Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszky Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. Magyar filmes évadunk folytatásában Jancsó Miklóshoz értünk el, tőle is először a szegény legényeket nézzük meg, és vendéget is hívtunk az adáshoz, itt ül velünk Kovács Gellért. Szervusztok, sziasztok, köszönöm a meghívást. Gellért a filmszerész néven a Facebookon is tudjátok őt követni, illetve a Vox magazinnak vagy a szerzője, ugye? Igen, így van. És szervezed a Jancsó 100 elnevezésű vetítés sorozatot a Kino Café Art moziban. Most ott van. A jegyem megvan már a csillagosok katonákra. Eddig nem sikerült eljutnom egyikre se, de kisgyerek mellett meg a pandémia alatt azért nehéz szerintem így kimozdulni néha a moziba. De mindenképpen fogok menni, és a szegény legényekre is biztos, hogy el fogok menni. Nektek is nagyon ajánlom. Ha jól sejtem, akkor kb. Pont egy hónapotok van eljutni a szegény legényekre, kedves hallgatóink, hogyha az adást meghallgatjátok a megjelenés napján, mert márciusban várható a szegény legények, azt hiszem, és havonta van egy film. Igen, most pontosan nem tudom, hogy március hányadikán lesz, de hogy minden hónap nagyjából az első hétfőjén. Tök jó, mert a takarítás közben pont megtaláltam a szórólapot, de esküszöm teljesen véletlenül. És március 7. Ez valószínűleg az első hétfő. Így van, valószínűleg igen. Mert ugye egyébként ez úgy van, hogy ez a Jancsó 100 ez nem csak egy ilyen önmagában álló filmklub sorozat, hanem hogy én évek óta csinálok két ágon filmklubokat. Az egyik, ami a kínóban szokott lenni, ami általában egy rendezői életműre épül. Volt már Tarantino, aztán Hitchcock volt a Jancsó előtt, és hát a Jancsó 100 az azért lett, mert hogy kerestem, hogy ki legyen a következő évadban. Egyébként Kubrickot akartam, de Kubrickot Magyarországon jogtisztán nem lehet vetíteni, vagy rettenetesen nehéz kifizetni a jogokat, és üldögéltem otthon a Covid alatt, és általában át szoktam nézni, amikor nincs jobb dolgom, hogy a következő évben milyen évfordulók lesznek, és akkor valamikor ilyen tavaly tavasz környékén láttam, hogy 100 éves lenne Jancsó, és akkor eszembe jutott, hogy ez milyen buli lenne, de hogy az volt, igazából azért vannak itt vendégek, mert hogy vendégek is vannak általában a vetítésekhez, de nem szokott, tehát általában én szoktam csak reppelgetni, és akkor beszélgetünk a közönséggel, mert ugye én magam is megijedtem ettől a vállalástól, hogy Jancsó filmekre jönnek-e nézők, mert azért van már egy ilyen törzs közönség, egy 60-70 emberből álló mag, kemény mag, akik úgy nagyjából komoly. Mindenre eljönnek, igen. Mert ugye egyébként meg a művészben havonta van egy ilyen premier előtti film szerint, szóval meg premier előtti filmeket nézünk. De hogy egyébként, hogy kit érdekel Jancsó, kérdeztem én, mert hogy onnan indult egyébként a dolog, hogy akkor tehát olvastam egy interjút a Cserhalmival, meg még valakivel, Cserhalmivel, és ott elmesélt egy történetet, hogy ültek az autóban a Jancsóval évtizedekkel ezelőtt, és akkor valamelyik utitárs így a levegőbe kérdezte, hogy mi lesz majd azzal a jövőben, amit mi csinálunk. És akkor azt mondta a Jancsó, hogy mi lenne semmi. És akkor ez egy kicsit megütött, és akkor erre gondoltam, hogy akkor ne legyen semmi, akkor legyen egy sorozat. Aztán elkezdtem szervezni, aztán szerencsére egyébként csatlakoztak, mert úgy értem, hogy több ilyen Jancsó 100 program is volt. Igen? Igen, a Cserhalmit el is happolták előlem, mert mint hogy őt annyira... annyira kicsavarta az a felhajtás, ami néhány sztori miatt volt, hogy nem jött el végül, de a Kenda János eljött kétszer is. Szóval hogy azért én ahhoz képest, amit vártam, szerintem ez jobban foglalkozott vele Magyarország, még bélyeget is csináltak, Jancsó 100 bélyeg is volt. Meg nagyon-nagyon pozitívak a tapasztalataim egyébként. Mármint abból a szempontból, hogy hogyan fogadják ezeket a filmeket ma. Egy csomó ember most lát először ebben a sorozatban Jancsó filmet. Igen. Ezért talán nem tudom, megéri. Igen. Na hát mi is most először foglalkozunk Jancsóval a Magyar Filmes Évadunkban, és egyébként
nyilván a Vagfolt podcastnak az a premisszája, hogy olyan filmeket pótolunk, amiket még soha nem láttunk, tehát felvállaljuk, hogy mekkora analfabéták vagyunk a filmekben, de nekem így Jancsótól egyébként is nagyon-nagyon kevés a film, amit láttam, csak a viszonylag késői kapapepe filmekből egyet-kettőt, uh-huh. Úgyhogy bőven van mit pótolnom, úgyhogy ezért is nagyon örülök ennek, hogy ez a 100 éves retrospektívvel indult nálatok, és lesz alkalmam még megnézni a régebbi filmjeit. Egyébként az podcastban, ha minden igaz, még a Fényes szelek lesz pár hét múlva nálunk. Azon már túl vagyunk a filmklubban, mert hogy időrendben visszafele haladunk. Igen, mi meg a időrendben előre felé, és ezzel rá tudok kanyarodni arra, hogy nagyjából hol tartott ekkor a magyar filmművészet, meg milyen rendezők dolgoztak, amikor ez a film elkészült. Mikor is? 66-os. 65-ben forgatta, azt hiszem, hogy nagyon közel forgatta az Így jöttemhez, mert hogy ez a harmadik nagy játékfilmje, igen. Ugye az Oldás és kötés, aztán az Így jöttem, amivel ugye azonosítják az ilyen Így jöttem filmeket a magyar filmben, tehát az ilyen hangsúlyosan generációs kérdéseket boncogató filmekre, általában az olyanokra, ami egy rendező első filmje, azt szokták mondani, hogy ez tipikus Így jöttem film, és ez ebből a címből van, itt egyébként egy orosz katona és egy fiatalember Kozák András a főszereplője kapcsolatáról van benne szó, és hát utána jött a Szegény legénye. Ami egyébként szerintem, tehát erre egy simán ki lehet mondani erre a filmre, hogy a világban azon a ponton, ahol ilyen minimálisan foglalkoznak a világ filmtörténetével, vagy az egyetemes filmtörténetével, ezzel a filmmel azonosítják A magyar filmet. Tehát ez kicsit olyan, mint a Puskásék. Tehát, hogy mondjál néhány dolgot a magyarokról, és akkor Aranycsapat, a Szegény legények, ezek szerintem ilyen bölcsészkörökben legalább biztos, hogy így van. Igen. És egyébként azt hiszem éppen most zajlik, vagy most nemrég volt New Yorkban pont egy hasonló ilyen Jancsó retrospektív. Most megy, ott is 6 filmet vittek, és nyilván köztük és van a Szegény legények is. Felújítva, nem tudom, milyen minőségben elképesztő. Igen, hát ezeket már úgy nagyjából felújították, amiket vetítünk a sorozatban, azok mind ilyen suvickolt DCP-k, tehát nagyon szép képről képre, és ugye Somló Tamás, a Szegény legények operatőre már jó ideje nem él, de például a Kende János az összes olyan Jancsó filmet, amit ő fotografált, azt úgy ültötték föl, hogy ott ült filmarchívumba, és a filmarchívum munkatársaival képről képre végigmentek. Két filmet vetítettünk 35-ről, az egyik, mert azzal indultunk, a Lámpással, ugye az első Kapapepe filmmel. Annak egy nagyon, az nagyon érdekes helyzetben van az a film, mert a jogai nincsenek a filmarchívumnál, a vetítési jogai, viszont nincs is digitalizálva a film, csak 35-ről lehet vetíteni, úgyhogy azt úgy vetítettük, hogy máshonnan vásároltuk meg a vetítési jogat, mint ahonnan a kópiát kaptuk. És aztán az Allegro Barbaro volt még 35-ről, mert annak még nincs teljesen kész, bár már a munkátokat befejezték, de még teljesen nincs kész a felújított változata, és akkor a Szerelmem Elektrától már DCP-ket vetítünk. És ezek ma nagyon jól néznek ki, tényleg. Bár 35-ről az igazi, tényleg azt kell, hogy mondjam. Érdekes, hogy milyen későn kezdődött az egész estés filmes karrierje Jancsónak. Azt néztem, hogy már elég benne volt a felnőtt korban, mire ezek a filmek elindultak. És azt láttam egy interjúban vele, hogy hosszú ideig dokumentumfilmeket, híradó filmeket, bejátszásokat forgatott. Úgyhogy azon köszörülte a filmes tudását. De arról is beszél sokat, hogy ők így az első generációnak tekinti magukat, akik úgy nőttek bele a filmkészítésbe, hogy nem volt egy teljes generáció, annyi másik filmes előttük, akik tanulták volna a dolgokat, hanem nekik a kulturális alapokat, azt az irodalom adja, a költészet és a képzőművészet, és hogy nekik ebből kellett felépíteni azt, hogy a filmnyelvet hogyan használják. Azt hiszem, hogy nem hiszem, kik voltak a tanárai, de beszélt arról is, hogy akik akkor tájt így a filmeket a hatalmon belül, mint adminisztratív tevékenységet így kezelték,
Az elsősorban azért így a történelmi filmek mentek nagyon, a jókai feldolgozások, ha jól emlékszem, és ezekre így, ők így sokat panaszkodtak a Jancsóik, hogy nem túl eredeti, nem túl érdekes, ahogyan beszélnek, amit a mondani valójuk nem túl izgalmas, és akkor ennek a révén jött igazából létre ez a film. A Nemes Kürti István volt ekkor a Budapest Filmstúdiónak a vezetője, ekkortájt egész pontosan, ez még a 60-as évek eleje, és ő neki panaszkodtak Jancsóik erről, és akkor ő mondta azt nekik egyszer, hogy ha ekkorra szálltok, akkor készítsetek egy ilyen radikális történelmi filmet a népi politizálás romantikus lehetőségéről. És ebből jött a Szegény Legények, és azért a Szegény Legények, azért azt a témát választotta Jancsó, azért a betyárokat, mert ez egy ilyen túl romantizált témája a magyar történelmnek, főleg egyébként pont ilyen jókaiknak köszönhetően, és ezt kicsit így dekonstruálni akarta Jancsó. Ezt így nem használja ezt a szót, de szerintem egyértelműen ez volt a célja. Igen, az, hogy mi volt hamarabb, a Jancsónak ez a trademarká vált parabolisztikus mesélési stílusa, vagy a Szegény Legényekből akad be ez neki, és akkor jött rá, hogy hoppá, ezt lehet ennél még durvábban is csinálni, mint ahogy így csináltuk. Azt szerintem igazából senki nem tudja, de arra nagyon jó a Szegény Legények, hogy az ember megnézi, hogy megbarátkozzon Jancsóval, sőt, igazából szerintem ebbe a filmbe bele lehet szeretni, mert hogy hát ez egy műfaji film. Tehát hogy igazából azok a dolgok, amik aztán később a modernista Jancsónál nagyon elszabadulnak, ezek a hosszú beállításokkal kísért misztériumjátékok, a belső vágások, a mindenféle történelmi korszakból beszivárgott jelmezek, utalások, itt nincsenek. Tehát így vannak egyébként benne trükkök, mert hogyha jól tudom, akkor például az a csendőr uniform is, amit viselnek a filmben. Ez a kakastollas. Igen, az nem korhű, bár akkor is voltak zsandárok, és valóban leginkább azzal foglalkoztak, hogy a betyárokat, akik részt vettek a 48-as szabadságharcban, begyűjtsék. De itt már tett egy olyan gesztust a Jancsó maga felé, amiben később már tobzódott, hogy egy 48-as történetben gond nélkül megjelent egy nyilas egyenruhás valaki. Itt ilyenek nincsenek. Igazából ezt csak az veszi észre, nyilván a filmtörténészek, meg mi most már baromi okosok vagyunk, mert ezt mások észrevették, de hogy az akkor ilyen nagyon apró különbségek voltak, vagy nagyon apró, egy átlagnéző ezt nem is vette észre. Úgy tartják egyébként, hogy a filmnek a bevezetőjét, amiben egy narrátor elmeséli, tehát történelmi kontextusba helyezi az egészet, és közben ilyen korhű grafikákat láthatunk a várakról, meg a kizóeszközökről. Polgárosodó társadalomról. Igen, meg a polgárosodó társadalomról. Az állítólag egyébként a kultúrpolitika tetette oda Jancsóval, mert megnézték a filmet, vagy elolvasták a forgatókönyvet, ezt pontosan nem tudom, de elvileg ők kifejezetten kérték, hogy ez legyen ott az elején, mert úgy érezték, és egyébként igazok is volt, hogy sokkal inkább kötődik majd konkrétan egy történelmi időszakhoz a film, mert ugye ennek a parabolisztikus történetmesélésnek pont az a trükkje, hogy egy idő után elvonatkozódik az egész. Tehát, hogy örökérvényű lesz és általános, amit látunk, és esetleg, ne adj Isten, eszünkbe juthat az a kor, amiben élünk. És ez nyilván veszélyes, vagy hát veszélyes volt akkor, ma meg még mindig rettentően frissnek hat. De igazából nem csak ezért szerintem, vagy nem ez az, ami miatt nagyon jó film a Szegény Legények, hanem hogy az a fajta thriller-szerű szikársága, ami még mindig tényleg így teljesen a székhez szögezi a nézőt. Az, hogy tulajdonképpen egy-két jelenettől eltekintve, ahol
nem alkalmazott zene van, hanem benne a történetben vagy énekelnek, vagy jön egy katonazenekar, és ők zenélnek, nincs zene. Nincs zene. Tehát ilyen vagy nyugati szélfúj, apaj pusztán, és akkor mennek ezek az ilyen varjakja emlékeztető ilyen döntőbírók, ilyen fekete köpenyes emberek, akik rettenetesen higgadtan manipulálják a begyűjtött, betyárt gyanús egyéneket, és hát valószínűleg a vallatás, a szelíd vallatás enciklopédiájából van ott minden kimásolva, hogy kinek mit mondanak, aztán a másiknak mit mondanak, hova rakják be utána azt. Aki... Manipulálják egymás ellen ezeket a darabokat, Igen, és ez egy ilyen mester ilyen fölhúzott pókháló, amiben belekerülnek ezek a karakterek, és hát magad sem tudod, hogy mire megy ki a játék. Pontosan. Még akkor is, hogyha a végén azért szerintem az úgynevezett nagy csattanó, mert hogy ebben a Jancsú filmben még nagy csattanó is van a végén. A nagy csatanó azért kikövetkeztethető, de még így is rettentően hatásos szerintem. És ez úgy thriller, hogy a thrillernek így a legtöbb műfaj elemét szerintem amúgy csúrba dobja, tehát nincs meg egy ilyen feltett kérdés a film elején, hogy ki követte el, nincs egy ilyen, hogy akkor együtt nyomozunk valamit a szereplőkkel, nincs egy ilyen narratíva, amit így végig tudunk követni, és együtt mondjuk a egy lépéssel a néző, hogy a szereplők előtt járni, vagy ilyesmi, egészen más eszközökkel él szerintem. Pont attól lesz thriller, hogy úgy mozgunk együtt a szereplőkkel, a betyárokkal, hogy pontosan annyit tudunk, mint ők. Mi is ugyanúgy így keressük ott a fogóckodót a környezetünkben, meg a filmben, mert így nem vezeti a kezünket a Jancsó ebben a filmben. Ő nem szokta egyébként sem. Nem az a tip, nem az a típus volt. Egyébként tök érdekes ez, hogy így tényleg ebben a filmben így az, hogy egy ilyen művészfilm, tehát hogy egy absztrakt modernista film, és hogy közben amit mondasz, hogy egy ilyen nagyon klasszikus műfai elemekkel operáló film, ami dekonstruális, de közben használja is aktívan ezeket a műfai elemeket, hogy ez egy ilyen tök izgi, meg tök jó egyveleg, és nem feltétlenül az, amire itt számítottam ettől a filmtől, mert így ugye én is most láttam először, én is ugyanúgy, mint a Péter, így főleg a későbbi, tehát én 90-es, 2000-es évekbeli filméből láttam többet, és hogy így igazából azok az ilyen sztereotípiák voltak meg, amiket így inkább ilyen paródiaként szoktak emlegetni a Jancsóval, szóval még kb. Hasonlóan kialakult így Jancsóról egy ilyen parodisztikus kép, mint mondjuk a Terence Malickről, csak még a Terence Malicknél a Ringo búzamezők meg az ábrándos narráció, amit mindenki emleget, itt a Jancsónál meg a vágtázó lovak, meg a mesztelen nők, meg a tágas puszta, és hogy így ez alapján így nyilván belőttem valamit erről a filmről, és egyébként állnak ezek a dolgok így a szegény legényekkel kapcsolatban, de az, hogy ilyen mennyire feszes ennek a filmnek a narratíva, és mennyire izgalmasan játszik pont ezzel, hogy így mikor melyik nézőponthoz kapcsolódunk, és közben mennyire vaskosan műfai is egyben a film, tehát hogy így nem rugaszkodik el a teljes abstrakcióba, ezt én borzasztóan élveztem, és hogy film közben folyamatosan olyan más filmek így villantak be, amik pont, hogy nem tudom, az európai új hullámból érkeznek, hanem például a John Fordnak a Searchers, de az nagyon hamar bevillant, mint a van is egy ilyen snitt a filmnek viszonylag az elején ennek a nyitó jelenetsorban, amikor így kinyílik egy ajtó, és azon túl meglátjuk a tágas pusztát, de mi bent vagyunk bezárva itt a sáncon belül. Még eszembe jutott a Scorsese-nek a némassága, meg tehát, hogy ilyen izgalmas művészi eszközökkel dolgozó, de mégis kifejezetten műfai filmek, amik közben valamiféle filozófikus kérdéseket, vagy történelmi kérdéseket feszegetnek. És ezen mondjuk egy kicsit meglepődtem, mert kellemesen meglepődtem. Mondjuk én ezt a filmet elég sokszor láttam, hogy először mikor, azt nem tudom, de el kellett telni egy kis időnek, amíg úgy igazán elkezdtem élvezni. Ami rögtön nagyon tetszett, már tini koromban is, amikor először megnéztem a tévébe, az, hogy bár akkor még nem feltétlenül tudtam, hogy mi az a CinemaScope lencse, de abban biztos voltam, hogy ez marha jól néz ki Vászton. Ez tényleg úgy néz ki az egész film, mint egy western film, ugye fekete-fehérben, és hát itt még azért ezek a hosszú snittes dolgok, amik úgy tényleg úgy egyedül tudják hagyni a nézőt, mert a Jancsói hosszú snittnek
megvan az a tulajdonsága, hogy mivel nagyon érdekes lendülete van ennek a komponáltságnak, ezeknek a sokszor ilyen 12 perces beállításoknak, ami a szegény legényekben nincs egyébként, itt azt hiszem, ilyen 4-5 perces beállításoknak, tehát ezek még ilyen szolíd dolgok. Tehát, hogy úgy érzed, hogy mész együtt a filmmel, de pont hiányolod is azt a fajta tagoltságot, amit úgy általában egy műfaji filmtől, vagy egy akármilyen filmtől úgy elvárnál. És főként a belső vágások tudják legjobban megzavarni a nézőt, amikor ilyen évtizedeket ugrasz egy snitten belül. Ezt az agy is nagyon nehezen tudja dekódolni. Ez az egyik ilyen legrafkósabb, vagy legradikálisabb Jancsós húzás. De itt ebben a filmben ez nincs. Itt oka van annak, hogy miért küldenek be valakit az egyik térbe, aztán miért jöhet ki onnan, meg tehát hogy a mesztelen nők sem, hát ugye egy darab mesztelen nő van, egy kulcsfontosságú mesztelen nő a filmben, de nyilvánvalóan női szimbólum, de a cselekménynek is rettentesen fontos része, hiszen hát az egyik karaktert pont az ő megjelenésével tudják szinte szó szerint kiugrasztani abból a helyzetből, amiben ő benne van. És hát igen, ez az első olyan Jancsó film, ami aztán azzal a témával, ami azzal a témával foglalkozik, amivel aztán tulajdonképpen az egész életmű. A hatalom és az erőszak viszonya. És az egyén viszonya. És az egyén viszonya, hogy hogyan hat a hatalom az egyénre, hogy van-e egyáltalán lehetőséget kihúzni a fejed a hurokból. És valamikor csak a korrupcióról szól a dolog, de ha legtöbbször ezek konkrétan ilyen életbe mágó dolgok. Tehát élet és halál forog általában ezekben a történetekben. És itt van egy nagyon, tehát így van egy nagyon erőteljesen kétpólusú helyzet, hogy az egyik oldalon vannak a betyárok, akiket ugye azonosítani kéne. Tehát ugye tulajdonképpen ez a kérdése, hogyha mystery keresünk benne, vagy rejtét keresünk, akkor ez a kérdés benne, hogy abból a tömegből, akit a csendőrök behajtanak ebbe a sáncba, azok közül kik az igazi betyárok. Tulajdonképpen ez a kérdése a filmnek, hogy rá tudnak-e jönni a hatalmasok, hogy kik azok a betyárok. Viszont ugye egy klasszikus thrillerben a nyomozóknak drukkolnánk elméletileg, hogy találják meg azt, akit keresnek, és ebben a filmben van egyrészt ugye a hatalom, amit hamar felismerünk viszonylag a filmben, hogy mennyire manipulatívak, mennyire brutálisak az eszközeik, és hogy van az az egyén, akit követünk, aki nyomoz, ő meg a besúgó vagy az áruló karakter, és vele is ugye rögtön egy klasszikusan egy olyan figurát helyez abba a nyomozói pozícióba, hogy így szurkolunk azért, hogy leleplezze azokat, akik nála több embert öltek meg, hogy őt ne akasszák föl, mert így nem tudom, úgy vagyunk szocializálva így filmekben, hogyha valaki így aktívan nyomoz valamiért, vagy aktívan próbálja magát megmenteni, akkor én nem szurkoltam neki. Akkor vele megyünk, de hogy na de ez az érdekes ebbe a karakterbe, hogy közben meg a besúgó karakter az meg az, akit így, nem tudom, maffia filmektől kezdve mindenhol az ilyen ultimate legalja karakternek szoktuk. Ez még a gonosztevőknél is, az alapvetően a bűnözőknél feltételezni, is. És hogy már itt rögtön belehelyez minket abba az pozícióba, hogy itt nem fogunk tudni úgy nézni ezt a filmet, hogy így kategorikusan meg be tudjuk magunkat lőni abba, hogy mi a helyes út, meg mi az, ami... Igen, hát meg egy szereposztási, elgyújt. Egy zavarba ejtő szereposztási bravúra, meg ráadásul még plusz megzavar minket, mert ugye Latinovics Zoltán két karaktert játszik a filmben. Egyrészt játszik egy csendőrt, akit meggyanúsítanak azzal, hogy ő egy körözött betyár. Aztán eljátsza ezt a betyárt is. Igen. És a Jancsó nem teszi meg nekünk azt a szívességet, szerintem azért nyilván meg tudta volna valahogy oldani, még hogyha mondjuk a 60-as években még a kezdetleges trükkökkel sem, ahogy ezek a dupla szerepeket megoldották egy filmben, még az se lett volna egyszerű, de biztos meg tudta volna oldani, hogy egyértelművé tegye nekünk az, hogy itt két külön emberről van szó. De ha nem figyelünk, akkor könnyen belezavarodhatunk ebbe, pedig hát azért elmondják, hogy itt igazából egy tévedésről van szó, és ezt meg is találják, ugye az igazit.
Szóval ez érdekes, mert 60-as években megjelent a magyar filmtörténelemben egy doppelganger másolat, és nem véletlenül Latinovicsra osztott, tehát ugye Latinovics akkor már a 60-as években jól ismert. Az első számú férfi sztár volt Magyarországon, már akkor olyan legenda vette körül, ami később csak fokozódott, meg hát a halála után is, meg azóta is ugye a Latinovics, a színész király, és talán ez ma már, sőt, biztosan nem jut az embernek az eszébe, hogyha mondjuk nem érdeklődik a korszak magyar filmgyártása iránt, de hogy az, amit említettél az elején, hogy akkor csináljátok egy ilyen kosztümös filmet, ez is, szóval, hogy van itt egy trükk, ugye ugyanazokat az arcokat használja, fele-fele arányban, mint a Várkonyi a későbbi Jókai adaptációiban, vagy előtte. Vagy ha csak a Görbe János karakteréből menjünk ki, aki ugye ezt a besúgót alakítja, rögtön a történet elején közlik vele, hogyha olyan ember talál bent, aki több embert ölt meg, akkor szabadon mehet. Szóval Görbe János ugye, hát az emberek a havason, a paraszti figura etalonja. Igen. Hát ő volt ugye föltámadott a tengerben Petőfi Sándor. Tehát akit első számú sztárrá avatott az akkori filmgyártás, és ez a karakter, ez a színészi karakter kerül bele egy ilyen megalázott helyzetbe. Igen. Egy tégla, spicli lesz belőle. Igen. És odarakja a Jancsó őt is, meg odarakja a többieket is, akik föl szoktak tűnni. Ott a Juhász játszik, nagyon fiatalon, Abszolút. A Bújtor István. A Bárdi György egy Egri csillagokból, tehát hogy itt tényleg az ilyen ikonikus figura, aki már a másik oldalon szerepel, tehát... Igen, de hogy igazából ugye a szegény legények az hamarabb készült el, mint ezek a filmek. Aha. Tehát a Várkonyi, a Jókai adaptáció itt leginkább a 60-as évek végétől a 70-es évek végéig készítette. Tehát még akkor annyira nem voltak ezek felfutóban. Szerintem nagyjából ugyanaz a pályázat lehetett, amire a Várkonyi megcsinálta a saját filmét, mint amire a Jancsó megcsinálta a szegény legényeket. Csak ezeket már szerintem nem soroljuk egymás mellé, mert hogy a szegény legények az annyira egy ilyen szuverén film, hogy eszünkbe se jut, hogy talán annak idején pont ez a raffinéria kellett ahhoz, hogy elkészülhessen. És aztán rajta maradt a cuccon a Jancsó érdekes módon, mert ugye ez volt az első ilyen filmje, amiben egy konkrét történelmi helyzetből indul ki, és aztán ott tulajdonképpen az egész pályáján végigment, legalábbis a csúcskorszakán, a 60-as évek, 70-es években ott csak ilyen filmeket csinált, csak hát azok már sokkal inkább elmozdultak a hardcore modernista irányba, de hát 48-hoz nagyon sokszor visszatér. Meg nagyon sokszor, hát ugye a Szerelmem Elektra kapcsán, meg hát a klasszikus görög mitológiát helyezi oda a pajpusztára, egy ilyen teljesen időtlen kosztümös történetben. De itt szerintem a szegény legények egyébként valószínűleg a legfegyelmezettebb Jancsó remek mű. Tehát valószínűleg ezért is rajonganak érte, meg még a Csillagosok katonák is ilyesmi, hogy megvan az a... Szóval ilyen nézőbarát. Tehát, hogy érte, vagy érzékeled közben, hogy itt egy... Filmnyelv alakul ki. Igen, hogy itt egy ilyen... Lényegző szerzői. Igen, nagyon művészről van szó. Yeah. De közben meg akkor is simán végig tudod nézni, meg akkor is tudsz rajta izgulni, vagy akkor is magával tud ragadni, hogyha mondjuk a 3-4-jel későbbi filmekkel ki lehet kergetni a világba. Szerintem ezért is szeretik nagyon sokan a szegény legényeket, mert... Igen. A fogyaszthatóságnak valószínűleg ezen a felén van, hogy az emészhetőség. Egy Tarbélánál is beszéltünk erről, hogy a kárhozat, az már elindul abba az irányba, ami a slow cinema felé viszi el a Tarbélet, később aztán már 7 órás filmeknél köt ki, de az már egy jóval lassabb film, mint a korábbi sokkal befogadható produkciói, de azért még abban is így viszonylag emészhető hosszúságú a snittek, meg úgy van is egy jó kis narratíva, amit így könnyű követni, és hogy így ugyanez az ív látható szerintem a Jancsónál is, nagyon hasonló, hogy így ráér ez a saját stílusára, meg a
összeszokik valószínűleg az alkotó csapattal is, akikkel dolgozik. Igaz, hogy idővel aztán operatőrt vált, de majdnem mindenkivel élete végig együtt dolgozik. És azért ez a rutin, meg ez az összecsiszolódás, ez is oda vezet valószínűleg, hogy sokkal inkább kimaxolja ezeket a filmes eszközöket, amiket itt már elkezd használni, mint a hosszú snitet például. Igen, és szóval a Jancsóval kapcsolatban, és ilyenkor kicsit mindig így visszahőkölök a saját gondolataimtól, de hogy ki kell szerintem azt mondani, hogy a szegény legények élvezetéhez nem szükséges műveltnek lenni. Tehát nem feltétlenül kell látnod a magyar történelmet, nem kell értened egy rakás képzőművészeti, irodalomtörténeti, filológiai. De még filmnyelven is se kell értened semmit hozzá. Igen, míg a későbbi Jancsóknál nem lábjegyzetel, meg nem a kedvedé nem. Tehát, hogy ő ebből a szempontból szerintem valóban egy mérhetetlenül önző és filoszemita alak volt, aki ilyen teljesen önkényesen a saját műveltsége, a saját ritmusa, a saját gondolati vibrálása szerint komponálta meg ezeket a filmeket, és elnézést, de teljesen leszarta az, hogy tudnak-e vele menni. Igen, hogy jön-e valaki mögötte. Igen. Megyek előtti, megjöttök, ha akartok. Igen. Na és hát ez a szegény legényekben, ez nincsen még meg. Igen. Tehát, hogy ha valakinek azt mondta, hogy 48, meg betyárok, leülteted, megnézés, akkor azt mondja, hogy tényleg tök feszült. És alapvetően szerintem az is segít benne, hogy ez a 90 perc egy helyszín. Igen. És gyakorlatilag egy téridőben zajló ilyen kamaradráma vagy kamaraszthriller. És nyilván azon belül aztán rengeteget játszik a nézőpontokkal, meg rengeteget kizökkent abból, hogy éppen gyakorlatilag megszüntesse a téridő létezését, és így megáll az idő ebben a pusztai sáncban, és ez aztán egy ilyen teljesen másfajta befogadó élményt eredményez, de azért alapvetően ott van benne ez a... Egy csomó zsáner elem, ami úgy atfogóckodott tényleg, hogy könnyen fogyasztható legyen ez a film. Igen. Hát igen, abszolút van, tehát van eleje, közepe, vége. Igen. Tehát, hogy ami szintén aztán pár filmmel később már nem mondható el, sőt, akkor jár jól az ember, ha ezeket így teljesen elengedi a későbbi Jancsó filmeknél, akár csak a Fényes szeleknél is, amiről majd beszéltek egy későbbi podcastben, hogy ott is egy nagyon konkrét mozgalomról, ugye a nékoszról van szó, de hát igazából az egész filmben színes ruhánkban táncolnak fiatalok, és akkor, hogyha jön valami probléma, akkor énekeljünk el egy mozgalmi dalt. És közben meg kőkemény, amiről szól, tehát a gyengéd terrorról, vagy arról, hogy egyáltalán beszélhetünk-e arról, hogy lehet-e egy olyan nem tudom én, hatalommal párbeszédet kezdeni, akinek kizárólagos hatalma van. Tehát, hogy létezik-e egyáltalán a diktatúrában a párbeszéd, vagy nincs meg. Itt nem ennyire elvont ez a dolog. Tehát itt teljesen egyetemű, még érzelmileg is jobban be tudunk vonódni, mert ugye hát nyilván a magyar szív a forradalomért dobog. Ezek szabadságharcosok voltak, ezeket mindenki szereti. Így van, tehát együtt szomorkodunk a betyárokkal, még akkor is, hogyha a betyárok, ugye hát azt, aki tanulta ezt valamennyire, azt azért már akkor is lehetett tudni, meg mindig lehetett tudni, hogy ők alapvetően bűnözők voltak mindig csak éppen úgy alakult a történelmi helyzet, hogy szükség volt minden erő, minden kardra. Rájuk, igen, hát a filmnek ugye a nagy fináléjában éppen ezt láthatjuk, ahogy az Agárdi Gábor által alakított, egyébként szerintem ilyen Rózsa Sándor doppelganger bemutatja a szabad csapatoknak a tudását, hogy milyen harcmodorban játszottak is ők, vagy hát hogyan harcoltak. És ő meg aztán végképp ezt a 60-as évek második felének az új hullámos vagány lázadóját jelképezi, hiszen még bőrkabátja is van. Ez nagyon menő, amúgy igen. Szerintem a cipzárja is látszik helyenként annak a Bird Jackie-nek konkrétan. Igen, de egyébként is a Görbe Jánost leszámítva, a Juhász játszik, sőt az elején a Madaras József, akivel indul a film, és akitől egy elég hamar elbúcsúzunk. Igen. Tehát, hogy ők is mind ilyen konok, kitartó
hősök. Igen, igen. Ja. Vagy az az apa-fia páros, ugye a Kozák András és a... Most nem emlékszem. Igen, nekem se ugrik be, de igen, ők is nagyon fontos szereplői. Igen. Viszont aztán a film megmutatja, hogy hogyan kompromittálódnak majdnem mindannyian, vagy hát aki nem, az azért nem kompromittálódik, mert meghal. Vagy azután hal meg, hogy kompromittálja magát, vagy vegyesen, tehát, hogy... Igen, igaz... és közben meg egyébként épp az jutott eszembe most, hogy sokatszor megnéztem a filmet, hogy igazából úgy működik, mint a legtöbb ilyen tárgyalótelmi krimi. Uh-huh. Tehát ezek az ilyen palástos, igen. Fekete palástos emberek klasszikus keresztkérdéseket tesznek föl. Yeah. És hát ezek ilyen tehát jóval elegánsabban csinálják, mint ahogy mondjuk ezt gondolnánk, hogy a hatalom hogyan vallat, mert uh-huh. ha vallatás, yeah. akkor arra gondolunk, hogy baromi nagy lámpával vele világítanak a szemedbe. És aztán ütnek, igen. Ütnek, meg leszedik a körmödet, igen. meg nem tudom, igen. mi. Itt ilyen nagyon, nagyon halkan, nagyon már-már barátságos modorban tulajdonképpen kijátszák egymás ellen igen, ezeket a karaktereket, igen. és hát ez a nagy kérdés, hogy mi a nagy csapda a végén. Meg hogy van-e bármiféle olyan stratégia ezzel szemben, vagy ez alájátszva, amivel nem csak megúszni tudsz esetleg, vagy bocsánat, két kérdés. Az egyik, hogy életbe tudsz-e maradni, a másik, hogy meg tudod-e őrizni az elveidet, vagy az erkölcset, vagy a gerincedet. És hogy így ezek a szereplők próbálják vagy mind a kettőt egyszerre, vagy valamelyiket a kettő közül megőrizni, és sorra elbuknak benne. És közben meg ott van a filmnek a legfélelmetesebb főszereplője egyébként, a tér, a puszta. ami tényleg iszonyú para, mert egy csomószor arra gondolsz, hogy, és ez ahogy meg is történik a filmben néhányszor, hogy jó rendben azt mondják, hogy menjek, és hogy elindulok toronyirány, mert nem látszik egy darab torony se, de ezt így szokták mondani, és így simán hátba lőhetnek. Mert és a képen kívül nem látod, hogy hol a fegyveres. Igen. Hogy honnan. Tehát ez a puszta, pont ez az, amit itt ilyen érdekes dihotómiába helyez a Jancsó, hogy a puszta, arról az jut az ember eszébe, hogy az a végtelen lehetőségek tárháza, bármelyik irányba elindulhatsz, a szabadság otthona. És hogy ez egy ilyen tiszta ügy. Uh-huh. És hogy valójában meg az történik, hogy ha kilépsz a pusztába, akkor a biztos halál vár rád. Igen. Igen, hát ezzel indul, talán ennyit spoilerezhetünk. A filmet, hogy mindenképpen spoilerezni fogunk. Hogy a Madaras szóval. Józsefnek ugye azt mondják, hogy jó rendben, akkor most elmehetsz. Igen. Ja. És igen. nem tudom, én megy 10 lépést, és hátba lövik. Ja. Igen, ja. igen. Ez az egyetlen ilyen igazán erőszakos cselekedete ezeknek a fekete köbanyázsaiknek, mert egyébként ezen kívül gyakorlatilag mindent rábíznak a betyárokra, maguk között intézzék el. Azon kívül nem nagyon ontanak ők vért saját kezüleg. Ez tök érdekes. Hát meg elintézik maguk, ugye a filmnek az egyik legmegrázóbb snitje az, amikor levetik magukat. Igen. De hát az is belemanipulálták igen. őket igazából. Igen. Lehet, hogy nem ez volt igen, a pontos hát cél, de akkor is. Ezért kerítették elő a lányt. Igen, és igazából az az a pillanat, tehát nekem az volt a legsokkolóbb pillanat a filmben, meg nekem is a legmegrázóbb, és hogy főleg azért, mert hogy gyakorlatilag ott bebizonyosod, hogy ez az egyetlen olyan eszköz, amivel meg tudsz ebből az egész szituációból szabadulni. Mm. Tehát, hogy ugye, ez a lázadásnak az ilyen végső igen, változata. Hogy ugye ezek a betyárok keresték a szabadulásnak a különböző lehetőségeit, sorra kudarcot vallottak, és persze az is, hogy ott levetette magát a Latinovics és meghalt, az is egy kudarca ennek a világnak, de hogy közben meg az az egyetlen olyan pillanat, amikor azt mondod, hogy na ő legalább megszabadult a saját kínszenvedéseitől. Hát igen, meg az, hogy ott ő maga döntött arról, hogy én most ebből kilépek, ebből a zárt ilyen Sartre-zé helyzetből, amiből lehetetlen kiszabadulni. És miután ugye leveti magát a mélybe, és meghal, onnantól kezdve mutogatja a Jancsó sokkal többet a csendőr Latinovicsot. Uh-huh. Tehát, hogy azt hiszem a rákövetkező valamelyik jelenetbe konkrétan így megjelenik. És nyilván ezzel azt próbálja érzékeltetni, hogy nagyon-nagyon vékony a határ. Uh-huh. Hogy igazából nem archoz kötődik az, hogy te melyik oldalon igen. állsz, vagy nem egyenruhához kötődik. És hogy a hatalom és az ember viszonyában a hatalom saját magával is ugyanolyan embertelen, hiszen a hatalom egyik eszköze és gyakorlója a Latinovicsnak az egyenruhás karaktere,
De aztán van az a pont a filmben, amikor így teljesen rezzenéstelen arcok, közönösen bevonul a rabok közé, hogy hát most már én is rab vagyok. És így ebből nem csinál ügyet igazából, tehát ő így tudomásul veszi, hogy most ezt tette vele a hatalom. Igen, és nem közlik velünk aztán egyébként, hogy ő be lette avatva. Nem, ez, mert, és ez így tök érdekes. Mert egyébként, amikor lefokozzák, akkor ott van a Görbe János. Az ő szeme láttára történik ez. Tehát simán elképzelhető, hogy a nagy tervnek része az mondjuk volt. Abszolút igaz. És maga ez a csendőr is tudta, hogy mit akarnak ezzel elérni, de hogy nincs egy olyan jelenet ebben a filmben, amikor nem tudom én, ezek a köpenyesek így összeülnek, igen, és akkor a kezüket dörzsölve mondják, hogy akkor most és mit értünk el eddig, és se, semmit akarunk. És beavatva semmibe. Igen, ez és valahol egyébként hátborzongatóbb is az a verzió, hogy a hatalomnak a mechanizmus, a mechanikája az egyszerűen úgy működik, hogy a saját, amit te mondtál most Péter, hogy a saját embereivel ugyanúgy kíméletlen, tehát hogy nekem félelmetesebb az a verzió, vagy az a megoldás, hogyha nincs beavatva, hanem ténylegesen azt hitték, hogy ő itt a ő itt a és nem hozt, az ember, akit kerestek, és volt ő mondjuk a csaját csendőrünk. És utána meg visszavették, mert akkor meg visszavették. És van az a jelenet, ami szerintem szintén ennek a gondolatnak az analógiájára épül, amikor ugye a film vége felé a betyárokat felöltöztetik katonaruhába, és akkor a távolról jön a katonazenekar. És a fölvitézeket fújják, ugye? És hogy amíg meg nem érkezik a zenekar, ott szerencsétlenkednek, így állnak ezek a betyárok, így látszik, hogy így, talán még a ruha is lóg rajtuk, hogy nem rájuk való, ez nem az ő világuk. És hogy így elmegy mellettük, vagy így párhuzamosan velük együtt kezd el menetelni a katonazenekar, néhány másodpercen belül teljesen összemosódik a többi katonával a betyárokból átöltöztetett szakasz, és már ők is a zene ritmusára mennek előre, és akkor már tényleg nézned kell, hogy kik azok az arcok. Akkor igen, már nagyon hasznos, hogy ott van a Juhász Jácint, meg ott van a Kozák, meg ott vannak azok a színészek, akiket fölismersz, mert így legalább el tudsz helyezkedni ebbe a struktúrába, mert ott szerintem direkt akar téged megzavarni a Jancsó, mert ott is egy ilyen... Hogy eddig megvolt ez a két pólus, és most már hirtelen egy pólus van, meg ott van az egy-két ember, aki bilincsbe van még verve, de egyébként meg, mintha megszűnne ez az egész betyár társadalom, amit még követtünk. Igen, és nekünk ezt üzeni, igen, de közben a cselekmény szintjén, ugye ez benne a csavar, a cselekmény szintjén meg az az üzenete, hát ha átöltöztetünk titeket a saját egyenruhánkba, tehát a monarchia egyenruhájába, akkor valószínűleg nem akarunk titeket megölni. És viszont ezzel azt írja, hogy ez a hatalom és egyén viszonyában azt reprezentálja, hogy megszűnnek ezek az emberek egyénnek lenni, egyenruhás tömengé olvadnak össze, igen, és aki egyén marad, azok, akik az oszlophoz vannak kikötve rabok. Tehát elveszítik a szabadságukat. Igen, és az, hogy megjelenik ugye a Tordi Géza, igen, aki aztán a későbbiekben, de már előtte is, tehát hogy ő egy olyan színész volt, akivel hát így játszottak huszárokat rendesen. egy ilyen igazi bajszos magyar gyönyörű férfi. Fes férfi, akiről aztán eszedbe nem jutna, hogy áruló. Igen. Megjelenik, és azt nem tudom sajnos, mert a történelmi tudásom ezt, tehát hézagos, valószínűleg nem magyar huszárruhában van, de valami ahhoz nagyon hasonló, igen, ruhában, és így látszik is az Agárdi Gábor féle betyáron, hogy egy picit lelazul, vagy így úgy érzi, hogy mintha távolabb kerülne a veszély. Igen, mert addig tényleg ezek a vallatók mind ilyen gestapószerű fekete ruhába, vagy ilyen, nem lehet, hogy a gestapó az csak egy párhuzam, de mindenképp ezek a fekete, ilyen inkvizítorszerű ruhák, amikben megjelentek. Egyrészt, hogy ez már maga az öltözetük is egy ilyen főgonosz-szerű pozícióba rakta őket, meg a másik, ami azt hiszem a legszenzációsabb húzása a filmnek, hogy nincs két olyan jelenet, amikor ugyanaz az ember vallatja őket, ez de igaz. Soha egy pillanatig sincs reflektálva, hogy ez most más valaki. Tehát, hogy egy jeleneten belül átveszi egy másik vallató tiszta beszélgetés. Ez egyrészt ez tökéletesen szimbólum annak, hogy mennyire arctalan ez a rendszer, és teljesen mindegy, hogy kivel harcolsz,
teljesen ekvivalens. Kiígér... Nem is az, hogy ezek egymással összeveszve alatnak, vagy ilyesmi, hogy nézett különbség van köztük. Ez ugyanaz az ember más-más arca, néha az Avar István, néha meg a Őze Lajos. Őze Lajos. Igen. És ugye igazából nem csinálnak velük semmi más, csak különözgetik őket az egyik szobából a másikra, igen. Másikba, hogy akkor most jó, akkor most gondold ezt. Ez a klasszikus ilyen kétfogói dilemma, tudod, amikor meg melyik árulja a másikat. Jó zsarú, rossz zsarú, egy emberen belül. Illetve amit az egyik ígér, az másik nem, egyáltalán nem biztos, hogy az be fogja tartani, mert miért tartani, mert nem neki ígérte meg? Tehát, hogy ugye ez is, hogy a film elején azt mondják a Görbe Jánosnak, hogy jó, ha találsz valakit, akik több embert tölt meg, akkor megúszod, de azzal az emberről soha többet nem találkozik. Igen, és az ördögi, az ugye az, hogy, és hát ez nyilvánvalóan egy közhely a diktatúrák működésével kapcsolatban, hogy elhitetik az Agárdi féle bőrkabátos betyárral, aki nem véletlenül van ilyen nagyon betyárosan öltöztetve, mert ő rajta látszik, hogy ő aztán tényleg nagyon komolyan gondolja még mindig ezt a dolgot. Elhitetik vele gyakorlatilag néhány perc alatt, hogy halálra ítéltből lehet hasznos ebben a berendezkedésben, egyszerűen azért, mert tehetséges abban, amit csinál. Skilljeit most alkalmazni tudja. Igen. Hogy kellenek nekünk is ilyen szabad csapatok, és akkor mutassátok, hogy mi hogyan, és odáig megy, vagy annyira elhiszi, vagy annyira berántja ez az egész, hogy majdnem megöli a saját társát egy ilyen bemutató alkalmával. Igen. Bár ott ugye az is közrejátszik, hogy az a társa volt az, aki őt földobta eredetileg. Igen, ott még dolgozik ez valószínűleg ez a sérelem, de amúgy abszolút igen, ott így ilyen nagyon egyenes vonalban a haragban a világgal Easy Rider lázadóból így szépen, teljesen organikusan átmegy a rendszer legboldogabb. Nem is lázatos, hanem aki így tesz azért, és dolgozik azért, hogy kiszolgáljatok. Igen, ő csak egy betyár. Igen. És ez a Mephistot. Ugyanez a Görbe János karakterével is a manipuláció lényege, hogy ugye egész addig, ameddig a Görbe Jánossal nem beszélgetnek el mondjuk személy szerint egy ilyen vallató tiszt, addig számára ez egy ilyen homogén elnyomó rendszer, amiben nincs fogóckodó, amiben nincs kapaszkodó, nincs akiben megbízhatsz. Amint odalép valaki el, és egy ígéretet tesz neked, onnantól számodra hirtelen arcot kap ez az egész rendszer, és valami elhangzik egy ígéret, elhangzik valami, amiben azt hiszed, hogy megbízhatsz, és hirtelen valami szisztémát kezdesz el látni ebben a egyébként felfogadhatatlanul embertelen rendszerben, és azt hiszed, hogy ez akkor neked egy jó kapaszkodó arra, hogy kiutatál, és ugyanezen megy végig a Görbe János karakter is, meg a végén ez a betyár is, hogy hirtelen arcot kap számára ez az egész, meg egy értelmet nyer az egész embertelenség, és elkezd megbízni benne hiába. Mindenkét alkalommal. Igen, és a Görbe János karakterével kapcsolatban, meg úgy egyébként a betyárokkal kapcsolatban ebben a filmben, szerintem az is zseniális, hogy nem romantizálja őket a Jancsó. Tehát van ez az apró ilyen prózai fogás ebben a filmben, ahogy beszélnek a hullákról. Tehát ha emlékeztek, akkor a Görbe azt mondja folyamatosan, csak a számot mondja, hogy te mennyit öltél meg. Igen. Hetet. Én hatot. Én ötöt, én hármat. Hallottam, hogy ő hatot. És csak számok. Tehát ebből is látszik, hogy igazából ezek valóban bűnözők, akik, ahogy mondja is a Görbe az elején, amikor összetagadja a gyilkosságukat, hogy ő valóban ezt meg azt csinálta, de nem ölt. De azzal, hogy tulajdonképpen csak számokat emlegetnek, amik között vannak emberek, és föl se tudják idézni, van egy beszélgetés, ahol megpróbálja a koltai által alakított betyár. Amikor viszik a bitófához. A bitófához, megpróbálja felidézni, hogy kik azok, akiket megölt, milyen Józsi, meg milyen nem tudom én kicsoda, és nem emlékszik rá, hogy ez pontosan ki volt. Tehát, hogy a Jancsó azért azt mondja, hogy ezek gyilkosok, tehát, hogy tévedés ne essék. Így van. Csak mégis valahogy a történelem úgy alakult, hogy használták őket, és ilyen idealista figurák lettek, vagy valamilyen ideának a szolgálatába álltak. De alapvetően az ő viszonyuk a világgal az mindig is ilyen volt,
hogy ők ilyen törvényen kívüliek. Tehát... És hogy egyébként meg ezért is maradhattak ilyen sokáig ilyen tüske a hatalomnak az oldalában, mert hogy itt már ugye 48 után már 10 évvel járunk legalább, tehát itt ugye 60-as években játszódik valamikor, 1960-as években játszódik a film. 60-as évek végül. És hogy már ők az utolsó olyan, amit még nem tudtak kiírtani, az utolsó ellenállási magpont azért, amit most te mondtál. Meg olyan nép sem dobta fel őket, igen. Ugye, mert mindenféle legendák, meg történetek fűzöttek hozzájuk, tehát ők ilyen Robin Hood-szerű alakok is, amikor igazából a legtöbb egyáltalán nem volt Robin Hood típusú hős, hanem konkrét köztörvényes gyilkos volt, aki egy birkáért megölt egy embert, ha éppen arról volt szó. De egyébként a betyároknak a romantizálása az mai napig megvan. Hát hogy ne, dalokban. Hát a dalokban, vagy akár ott van ugye ennek próbált meg valamilyen módon szembe menni, és sokkal konkrétabban, vagy hát akkor már ugye tudta használni a spagetti westernt, a szomjas talpuk alatt fütyül a szélben, ami így a leghíresebb ilyen eastern. Yeah. De ekkor még azért ne felejtsük el, hogy ekkor tájt készült ugye az első, most nem tudom, hogy a maréknyi dollárért az 67-es. Valahogy pont úgy ekkorig. De nagyjából egy időben készült a szegény legényekkel. Tehát akkor még azok a vívmányok, amiket az italo westerneknek tulajdonítunk, akkor teljesen ismeretlenek voltak. Igen. És azért az is elég vakskosan dekonstruálja pedig a westernnek az ilyen hősképeit. Úgyhogy egész érdekes, hogy így két ennyire... Tehát ezek egymásra nem tudtak hatni, mégis ennyire egyszerre egy időben történt ez a két ilyen klasszikus, nem tudom, múlt századi hős dekonstrukció mindenképpen. Igen, és hasonló egyébként az eszköztára is egy csomó. Hát igen, mondjuk ezeknek a színészek, akiket felhasznál Jancsó, mint betyárokat, szerintem a Sergio Leone is megnyalta volna a tízóját, ha őket bekasztingolta. Hát meg ezek ők is ilyen tőmondatokból fogalmaznak, mint az Eastwood, meg a többiek. Igen. Hogy mennyi történnek hetet. Én hatot. Pontosan. Hát ez lehetne bármelyik italo westernből. Ja. Igen. Hát ez valószínűleg benne volt a levegőben, hogy kihatott kire, azt nyilván ilyen távolságból meg pláne nem lehet. De egy biztos, hogy itt az, hogy amilyen társadalmi mozgások voltak egyébként a világban, az párosult azzal, hogy milyen filmnyelvi mozgások alakultak így a 60-as évek közepén, és akkor így pont ezek az emberek, mint akár Jancsó, akár Sergio Leone, ránéztek egy kedvenc műfajukra, és azt mondták, hogy na ezzel én most kezdeni akarok valamit. Igen, és pont az általános mondani való miatt tud szerintem a Scorsese is elájulni, vagy lehet New Yorkba retrospektívet tartani Jancsó filmekből, mert az meg igazából csak számunkra érdekes, hogy a Nemes Kürti mit csinált a filmgyárban, meg hogy egyébként hogy alakult úgy, hogy a szegény legényeket az akkori kultúrpolitika engedélyezte, meg hogyan csinálhatta utána a Jancsó a filmét. Ez 2021-ben már egyáltalán nem számítanak, pláne nem egy manhattani moziból nézve. Ott valóban az működik, hogyha beülsz, mint cinefil, és akkor elindul a kamera a pusztán, akkor az működik el. Akkor az viszi magával, igen. Igen, az viszi magával, és hogy a végén van-e olyan általánosan érvényes gondolat, ami 2021-ben, 22-ben is megüti az embert. És hát ez az, tehát ez kétségtelenül, tehát számos olyan helyzet van ma a világban, ahol hasonlóan működik, csak hát már más technikai színvonalon történik akár a manipuláció, vagy... Más eszközökkel. Igen, a hatalom más eszközökkel él, de még mindig azt akarja. Ez érdekes, mert egyébként szerintem a Sergio Leone westernjére is igaz az, hogy úgy igazán érdekesek, ha tudjuk, hogy dekonstruálja a korábbi westerneket, és ott az ilyen rendíthetetlen, tévedhetetlen hősöket, igen. De amúgy meg a rákövetkező fiatal generáció számára meg az az etalon, az a western, és nem is tudják annak a, vagy hát nem biztos, hogy csak utólag tudják meg annak a kontextusát, hogy mire válaszként születtek a Sergio Leone westernek, de úgyis működik. Ez ugyanúgy igaz a szegény legényekre is. Sőt, hát persze a westernnél konkrétan összemosódik,
Tehát erre az egyik kedvenc ilyen példám a Visszajövőbe 3-ban, ahol a Marty McFly egy ilyen 40-es, 50-es évekre jellemző, mármint az akkori western filmekre jellemző, ilyen rojtos, nagyon színes, nagyon gicses izébe, azt a ruhába, azt a nevet választja magának, hogy Clint Eastwood. És hogy konkrétan az a gag is a filmben, amit azt hiszem, hogy a maréknyi dollárértban, amikor a Clint Eastwood felveszi azt a Kaiha lapot, vagy nem tudom, mint ugyanaz a gag a filmben is, tehát hogy ez egy-egybe a Sergio Leont idézi meg, úgyhogy... Igen, de hogy ma már nem igazán tesznek különbséget a western rajongók, nyilván... Hát igen, meg igen, igen, hogyha most nem tudom, én is gyerekkoromban kb. Egy időben láttam a Hétmesterlövészt, meg ja, az egy maréknyi dollár, vagy a pár dollár többértet, és így ilyen érzékeltem azt, hogy van különbség a két filmnek a jó és rossz felosztása, meg hőseszmények között, de alapvetően ugyanolyan nem persze, tudom, lelkesedéssel és örömmel szórakoztam rajtuk. Igen, meg alapvetően ugye a hős típusok is megváltoztak, tehát ugye egyáltalán a Clint Eastwood féle név nélküli figurával született meg a nem tudom, a cool fegyverhős mitosza. Tehát az, aki nem azért ragad fegyvert, hogy odaálljon a szüzek elé, és testével is akár megvédje a gaz indiánoktól, hanem néha fogalma sincs arról, hogy miért ragadott fegyvert, sodródik, és van általában egyébként van valamiféle erkölcsi kódja, igen, de ő is rácsodálkozik erre a legtöbbször. Tehát ugyanúgy, ahogy a harmonika volt egyszer egy vadnyugatban, hogy ő alapvetően bosszút jött állni, igen, Franken, de ha már ott van, meg olyan szép ez a nő, és ha már a Cheyenne-nel is ugye így összekavarodtak, akkor jó van, hát akkor már mindegy, egy kalap alatt segít neki is. De hogy, és aztán ez lesz utána az alap. De ez lesz a basic ebben a műfajban, éppen azért, mert jobban hasonlít a valósághoz. Tehát, hogy az árnyaltság miatt. Ja. De ugye visszatérve kicsit a szegény legényekre, az egy tök érdekes különbség azért a kettő közt, hogy hogyan kezeli a főszereplőit Sergio Leone, vagy itt a Jancsó, hogy ugye a betyároknak is megvan a maguk kódexe, hát a betyár becsületet az mindenki ismeri. És pont ezzel játszik itt Jancsó, hogy azok a betyárok buknak el elsőre, akik a betyár becsületet megszegik, és elkezdenek egymás ellen köpni. Meg aztán ott van az, aki megtámad, ugye a végén a két betyár, amikor bemutatóznak, akkor úgy leteperi a másikat. És igazából ott egymás ellen fordítja őket a hatalom. És ebbe buknak bele. Tehát ott kijátsza a betyár becsületet a rendszer. És erre akartam még egy picit visszakanyarodni, hogy miből ikletődik Jancsó, amikor ezt a tézist fogalmazza meg. Az eredeti történelmi sztoriban a Rádai Gedeon nevű kormánybiztos, akit megbíztak azzal, hogy a betyárokat kerítse kézre, ő tényleg elég vérszomjas, vagy ilyen kegyetlen figura volt. Nem tudom pontosan, miket csinált, de azért elég sok betyár nem jött ki élve az ő szegedi börtönéből, a várbörtönéből. És hát valószínűleg tartom, hogy hogyha vallatni kellett, akkor inkább úgy vallatott, ahogyan először beszéltünk róla, hogy hát tényleg a körömkitépés módszerekkel. Gyanítom, hogy nem feltétlenül csak a pszichológiai manipuláció eszközét használta. És hogy szinte ezt a Jancsó teszi hozzá. És hogy számára, tehát hogy ettől lesz ugye parabola a történet. Hogy egész addig, ha csak azt csinálná, hogy csinál egy filmet a betyárokról is, hogy hogyan vegzálja őket a hatalom, egy történelmi filmet, az is benne van, mert az is az egyik ikletése a Jancsónak, mert beszél arról, hogy akkor már összeismerkedett a Hernádi Gyulával, aki iszonyatosan sokáig volt, sőt, talán ameddig csak tudtak, addig együtt dolgoztak. Igen, a legvégéig. És akkor először jött ez az ötlet, hogy akkor csináljunk egy történelmi filmet, amivel ugye akkor a filmintézetnek a vezetője, igen, a Nemes Kürti bízta meg őket, vagy javasolta, vagy legalábbis így cukkolta őket, és akkor jó, csináljunk egy magyar történelmi filmet, és akkor szinte minden indult el a gondolat, hogy jó, de mi a magyar? Mi a magyar néplélek? És akkor ezt így megfogalmazta Jancsó valahol, hogy hát igen, nekünk nincsen tengerünk, nem tud igazán ilyen dolgokhoz így kötődni, ahol így lehet így kivetíteni a magyar lelket, ilyen tájegységre, de az a puszta lesz, ami a magyar lépnéleket megadja, megmutatja. És akkor ehhez kerestek egy történetet, és akkor a sok kutatás során jött ki ez a dolog, hogy legyen
a betyároknak ez a kézrekerítéséről szóló sztori a film alapja. De ugye amire ki akarok lyukadni az, hogy valószínűleg az egésznek ez a pszichológiai manipuláció része, ez nem a kutatásukból jön szerintem, vagy nem feltétlen amiatt választották ezt a témát, hanem hogy ez tényleg egy ilyen örökérvényű, mindig aktuális dolog, és természetesen kommentál a jelenkorukra is, tehát itt éppen, hogy kezdődik a puha diktatúra, eleve az, hogy készülnek ilyen filmek, az annak köszönhető, hogy az 56 után, a megtorlások után próbál a hatalom egy kicsit így egy enyhébb képet csugalni magáról, ahol ez már a kádári konszolidációnak az eleje, ez az igen. Időszak. De hogy tudjuk jól, hogy azért mégiscsak párbeszédben van a saját történelmi kontextusával is, de amivel még inkább az pedig az, hogy Jancsó, bár nem volt katona, de fél évig ő is szovjet hadifogoly volt. És ő vele megtörténtek ezek. Saját élményeit is beleteszi ebbe a filmbe. Szóval ez teljesen örökérvényű, hatalomtól függetlenül, nemzetiségtől függetlenül, bárhol találkozik az ember ilyen hatalmi viszonyokkal, és hogy ez az, amitől örökérvényű, meg ez az, amitől most is aktuális ez a film 2022-ben New Yorkban, hogy ahogy mondta te is, a hatalomnak ez a viszonyulása az emberhez, az embertelen, szemtelen kihasználása az embereknek, ez tényleg változatlanul igaz. És ez nagyon megmosolyogtató egyébként szerintem, hogy elég volt odarakni a szegény legények elejére ezt a narrációt, igen, meg igen. Az eredet, mert egyébként amit az elején láthatunk, az én azt hiszem, hogy annak a várnak, annak a szegedi várnak a konkrét igazi alaprajza, és azok a kínzó eszközök, amiket használtak. Uh-huh. És akkor ezt odarakják az elejére, és már jók voltunk az elfogadásra. Meg nem tudom, talán az is, hogy a vége főcím alatt meg a Deutschland überall lesz szól, és hogy akkor jó, akkor a nácik. Tehát hogy nem tudom, hogy ez volt-e a mögött a gondolat mögött, de igen. Az is egy tökéletes példa arra, hogy milyen, amikor pszichológiai hadviseléssel, pszichológiai eszközökkel fordul az ember ellen, a saját ember ellen a hatalom. Igen. Furán működött a kultúrpolitika, mert szóval én a mai napig rácsodálkozom arra például, hogy a legjobb 56-os filmek rendszerváltás előtt készültek. Uh-huh. Tulajdonképpen teljesen mindegy volt nekik, hogy elkészül-e a megáll az idő, tök meg volt engedve, a szamárköhögés is ugye azért néhány évvel a rendszerváltás előtt készült, vagy a Szerencsés Dániel a 80-as években. Ezek konkrétan az 56-os forradalom idején uh-huh. játszódó filmek. Uh-huh. Egyetlen egy dolog volt tilos, nem lehetett ezekben a filmekben kimondani, hogy ez forradalom. Mindent be lehetett már mutatni, nem, kb. Úgy működött, mint ahogy a Törőcsik Mari kiabál a telefonban a szamárköhögésbe, hogy nálunk nagy vihar van, nagy vihar van. Teljesen egyértelmű, hogy mi történik, ha nem mondják ki, ha így nem mondják ki egy filmben, hogy 56-os forradalom, és ez szerintem ez ilyen nagyon ironikus. Nagyon, helyzet. Meg nagyon abszurd szituáció, igen. Hogy itt vagyunk nem sokkal a 56-os forradalom leverése után, és így ebben a, nem tudom, évtizedben így szárnyal a magyar film, mert pont, hogy megszabadul azoktól az ilyen ideológiai kötöttségektől, amik mondjuk akár a két világháború között jellemezték, és itt nem gondolnánk, hogy ez lesz az a korszak feltétlenül. Nyilván van egy-egy film, ami, meg egy-egy alkotó, aki nem megy bele ezekbe a úgymond kompromisszumokba, de hogy még aki belemegy a kompromisszumokba, az is ugyanolyan bátran és szabadon tud mesélni, azzal a kitétellel, hogy közben persze bizonyos dolgokat nem fog kimondani. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa szituáció. Igen, de az az érdekes, hogy könnyű lenne azt gondolni, hogy ez egyszerűen a kultúrpolitikusok ostobasága miatt volt így, mert nem voltak eléggé műveltek. Nem értették meg, hogy ez valójában miről szól. De ez szól. Nem igaz. Az különben Acél György, az elején az egész prológus. Persze, meg az Acél György egy kifejezetten művelt, igen. Érzékeny, nagy tudású ember volt, amellett, ő volt hogy, a kultúraminiszter csak úgy. Igen, hogy hát gyakorlatilag akkor lehetett itt bármit csinálni, szentesítette annak a valakinek a karrierjét. Tehát én biztos vagyok benne, hogy az Acél az tudta, hogy itt a Jancsó miről beszél. Lehet, hogy a színfalak mögött még konfrontálódtak is. Én akárhányszor ezen gondolkodom, hogy miért csinálhatott a Jancsó ilyen filmeket, vagy mindig arra jutok, hogy valószínűleg azért, mert ez a fajta arthouse hang, nem? Ez a szerzői hozzáállás, ez nem volt veszélyes.
veszélyes. Tehát, hogy nem fog akkora tömegek közelíteni. Magyarországon belül nem volt veszélyes, viszont lehetett vinni Cannes-ba. Lehetett utogatni, hogy nálunk, hogy... Tessék, nálunk ilyen film elkészülhet. És művészek is tudnak nálunk bindulni. Jó, mondjuk egyébként azt hiszem, hogy majdnem 800 ezeren megnézték annak idején a szegény legényeket. Ennyien már nálunk a Pókember sem nézi meg. Tehát, hogy az óriási szám volt, csak azért hozzá kell tenni, hogy ott mondjuk ilyen másfél-két milliós nézőszámok voltak mondjuk az Egri csillagoknál, és évekig játszották, tehát hogy a rétegfilmnek számított a Jancsó. Ez talán egy ilyen kis apró érdekesség, hogy ehhez a Jancsó 100-hoz próbáltam plakátokat szerezni. Volt egy ilyen naív elképzelésem, hogy majd a vendégeknek annak a filmnek az eredeti plakátját fogom adni, amihez éppen eljön beszélgetni. És van egy barátom, a Badics Marcell, aki ilyen nagy plakátgyűjtő, és hát ő mondta, hogy Jancsó plakátokat azért nagyon nehéz szerezni, eredeti Jancsó plakátokat, mert hogy igazából ezekből nem csináltak sokat annak idején, mert hogy ezek így körülbelül az átlag néző egy Jancsó filmhez, ami nem a szegény legények volt, mert az még így érdekelte az embereket, de egy átlag Jancsó filmhez úgy állt hozzá, mint a szovjet filmekhez, vagy a bolgár filmekhez, vagy az olyan filmekhez, amiket bemutatnak, de talán majd egyszerre eljut hozzánk is a Cápa, meg az Indiana Jones. Tehát, hogy volt egyszer egy Vadnyugat, vagy a Majmok bolygója, vagy a Keresztapa. Szóval, hogy ezek vidéken persze kötelező volt ezeket a filmeket is vetíteni, de hogy nem igazából nem volt veszélyes a Jancsó. Tehát nem, meg, mint ahogy szerintem olyan ember nem is csinálhatott filmet, aki igazából veszélyes lett volna, vagy nem engedték annyira a tűz közelébe. Neki meg volt a maga az való esze, az megtalálta a maga módját. Meg tudja csinálni. Igen, de mondjuk a 80-as évek undergroundjában már azért voltak olyan figurák, akik már sokkal veszélyesebbek voltak. Tehát a jelességtől már azért jobban féltek, de ott azért már reped a rendszer. Tehát az avantgárddal azért már nem nagyon tudott mit kezdeni a kultúrpolitikát. Ugye hosszasan lehetne mesélni a magyar a zenei undergroundról, a bizottságról, és a többiekről, hogy tőlük az eléggé be voltak tolva, meg hát a punkkal se tudtak mit kezdeni. Szóval igazából azért olyan filmek nem készültek nálunk a 60-as, 70-es években, mint akár a brit cinemával, vagy akár a francia új hullámmal. Tehát, hogy biztos, hogy meg lett volna az a határ, amire az acélék is azt mondják, hogy nem. Ezt így nem. Meg szerintem a Jancsó az valószínűleg nagyon tudatosan és jól tudta magát képviselni bizonyos helyzetekben. Amikor meg nagyon elege volt, akkor meg már elment Olaszországba, ő elég sokat élt ott, meg filmeket is csinált. Nem olyan rég láttam egy filmhíradót, a filmhíradó online oldalon egyébként már megnézhető az összes filmhíradó, amit valaha csináltak, egészen 1990-ig, de az összes megtekinthető, és rá is tudsz keresni, és akkor konkrét híradó bejátszásokat. És találtam valamilyen filmszemlés beszámolót, ami konkrétan az történt, hogy most nem teszem, hogy ki volt az utolsó miniszterelnök, aki a rendszerváltás előtt volt. A rendszerváltás előtt. Húha! No mindegy, az van ebben a bejátszásban, hogy a Szabó István oda megy ehhez a miniszterhez, és egy kicsit ilyen kandikamerás jellege van ennek a dolognak, vagy ilyen elcsípett pillanatnak tűnik, hogy oda megy ez a miniszterhez, és azt mondja, hogy a Jancsó szeretne valamit mondani, mert van itt nekünk egy problémánk, amire mi itt a filmiparban keresnénk valamilyen megoldást. És így a Jancsót így odatolja, és akkor beszélgetnek a miniszterrel. Tehát, hogy a Jancsó valószínűleg tekintély volt, egy olyan figura, akit persze ki lehetett rakni a kirakatba, és a gondolatai azok ugye mélyek voltak, de igazából a nagy egészre nem voltak veszélyesek. Hát ebből is látszik, hogy ez egy ilyen nagyon fura hely volt, ez a legvidámabb. Igen. És hogy az is nagyon fura, hogy a Jancsó viszont a teljes karriere során abszolút meg tudta őrizni azt az önazonosságát, amivel azt a mély humánumát, meg emberségét, amivel a filmjeit csinálta, és ami minden egyes filmjében... És mindig szélső balos maradt. Igen, tehát hogy
Igen. Igazából, hogyha valamilyen, ha valamilyen ideológiát akarunk adni neki, akkor ő mindig abszolút szélső liberál bolsevik volt. Tök nyugodtan lehet mondani szerintem is. Igen, és a közéleti megnyilvánulásai is erről szóltak. Igen. Csak hát közben meg egy olyan nagymesterről is beszéltünk, akinek nem csak a gondolatai voltak érdekesek, hanem az a mérhetetlen őrületes szakmai tudás. De azért azt tegyük hozzá, hogy nem arról van szó, hogy rendszerpárti volt, mert nagyon is tudta, hogy mik a rendszernek a hibái. Hát, de sőt, úgy fogalmazott konkrétan utólagosan már, hogy ez nem volt szocializmus. Tehát ő azt kritizálja, hogy ez nem volt igazi szocializmus. De nem volt sosem a rendszernek a... Vagy nyilván, amit tudom, egy 45-ös változások után ő azért boldog volt, hogy itt most már még megszűnik a nyilas uralom, de az rövid ideig tartott ez az eufória számára, amikor leesett, hogy azért nem... Kolbászból van a kerítés itt sem. Nem, hát ő nem rendezett május 1-jéket, március 15-ét is akkor rendezett, amikor már lehetett, mert ő rendezett pár március 15-ét egyébként, de hamarabb rendezett Omega koncertfilmet, mint tehát aki itt május 1-éket rendezett, az pont a Koltai Gábor volt például, aki rengeteg május 1-i felvonulást meg ünnepséget rendezett meg egyébként egy csomó olyan jobboldali holdudvarhoz tartozó művész, akik mára ezt elfelejtették, hogy ők egyébként csináltak ilyeneket. De valószínűleg a Jancsó, én nem tudom, nyilvánvalóan nem tudhatjuk, hogy volt-e ilyen megkeresés, de szerintem ő ahhoz valószínűleg túlságosan öntörvényű volt, hogy mert hogy miért vállalna el bárki egy ilyet? Nyilvánvalóan azért, hogy lehetőséget kapjon. A Jancsó elérte a tetejét ennek a pályának. Igen. Ő igazából nem volt rászorulva a gesztusokra. Igen. Szerencsés időben volt egy olyan rendező generációnak a tagja, akik megszabták az irányokat. Aztán, tehát, hogy amikor azt mondtad az előbb, hogy nem volt a rendszer híve, én nem hiszem, hogy nekünk lenne jogalapunk egyébként ennyi idő távolatából pro és kontra kijelenteni, hogy ki volt minek a híve. Nem, hát ezt így konkrétan az vele való beszélgetésekből szűrtem le. De az biztos, de szerintem a filmjei a bizonyítéka. Jó. Annak, hogy ő nem volt rendszer híve. Igen. Tehát, hogy beszélhetne bármit a filmjeiben, kritizálja a rendszert, méghozzá kőkeményen kritizálja a rendszert. De hát nyilvánvalóan, aki abban az időszakban élni akart, valamilyen szinten be kellett tagozódnia. Igen, igen. Még akkor is, ha ezt hajlamosak emberek elfelejtenek. Igen, és szerintem ezért is van az, hogy Péter mondta, hogy egy percig nem szurkoltál a Görbe Jánosnak, de hogy, ami teljesen érthető reakció, de hogy a film az nem tör pálcát ő fölötte sem. Nyilván ránk bízza azt, hogy mi hogyan értékeljük azt, hogy ő miket tesz, de hogy alapvetően itt megmarad az, hogy vannak az elnyomók meg az elnyomottak, és azon belül az elnyomottak valamilyenféle stratégiákat, különböző stratégiákat alkalmaznak. Nyilván ezeket lehet különböző értékrendek szerint értelmezni, de hogy ennek a filmnek, a szegényeknek nem az a feladata, vagy nem az a dolga, hogy itt mondom, pálcát törjön ezek fölött az emberek fölött, hanem bemutatja, hogy ezekben az elnyomó rendszerekben így mennek tönkre emberi életek, így mennek tönkre emberi sorsok, meg emberi lelkek. Hát igen, meg az igazából a szegény legényeknek az is adja a feszültségét, hogy folyamatosan az az érzésed, amikor ebbe az udvarba bezárt embereket látod, hogy itt halott emberek mászkálnak. Igen. Hát, hogy konkrétan az olyan, amikor kérdés, hogy senki nem megy haza. Zsákot tesznek a fejükre, és körbe-körbe menniük kell, az mint hogyha élő halottakat néznénk, ahogy csak körbe-körbe sétálnak, mindenki már tudják, hogy a halálba menet. Hát vergődnek a csapdába. Igen, igen. És mivel emberből vannak, ezért bármennyire is tudják, hogy nem tudnak kifutni. De próbálkoznak. De próbálkoznak. És az a jelenet, amikor a pont a Koltai az, aki így odarohan azokhoz a nőkhöz, akiket egyébként fogalmunk sincs, hogy honnan érkeznek, csak mindig meghozzák az élelmet, mert közel-távol semmi nincs, ami ilyen gyalog járó távolságra lenne, ahonnan jöhetnének, de így néha megjelennek, hogy még létezik a külvilág valahol elméletileg, de
igazából, mintha nem is lenne külső. Látszólag találomra választják ki, hogy ki az, aki ehet. Igen. Tehát, hogy bemegy egy zsandár, és így rámutat emberek, igen. Hogy te és te. És ők ott akkor egy pillanatra megízlelhetik azt, hogy van világ ezen a sáncon kívül, és akkor ott van az, hogy odarohan a nőkhöz, de utána ez így addig tart, amíg odaér, mert utána mennek, és utána visszakullog. Igen, mert valószínűleg pillanatnyilag jó ötletnek, igen, tűnt az, hogy ha odafut, mert ugye mondja is a zsandár a csendőröknek, a többi csendőrnek, hogy a levegőbe lőjetek, igen, mert ugye nagyon hamar utoléri a nőket, igen, és félő lenne, hogy valamelyik nőt eltalálják, hogyha ha rálőnek, és valószínűleg, amikor elkezd menekülni, akkor ebben gondolkodik. Igen. Hogy talán ha elvegyül, akkor nem mennek rá lőni, és ha tovább fut, de aztán tulajdonképpen meggondolja magát. Igen, tehát hogy ezek amiket látunk ilyen szökési kísérletek, az ez, akkor a film elején a Madarász József, amikor ő nem is menekülési kísérlet, hanem ő azt hiszi, hogy őt elengedték, és amikor a Latinovics leveti magát a tetőről. Igen. Tehát hogy ezek azok a konkrét menekülési kísérletek, amikor valaki megpróbál kiszabadulni, egyébként mindenki ebben a zárt ökoszisztémában kóborol körbe-körbe. És igazából a Latinovicsnak az öngyilkossága az egyetlen, ami meglepi a hatalmat. Igen. Tehát igen, akkor látszik ezeken a fekete köpenyeseken, hogy ezzel nem erre nem voltak fölkészülve, igen. Mert akkor őt ugye követi 2-3 ember, igen, aki szintén a mélyben. És a tömeg is megvadul, aki egész addig némán csendben szenved, az ott hirtelen mozogni kezd, és neki igen, és akkor lesznek egy pillanatig, vagy egy pillanat töltrészték veszélyesek. Igen. Igazából a hatalomra, mert hogy fölfogják, hogy nincs menekvés, ezért igazából nincs vesztenivalónk, ezért igazából akár támadhatnánk, igen, is, vagy meg is próbálhatnánk valahogy ellenállni, de aztán ezt is elfolytják, vagy elfolytódik igazából, igen, magától. A filmrendezésről akartam egy picit beszélni. Beszéltünk már ugyan a Jancsónak az esnitteseiről, meg így arról is, hogy hogyan közli az információkat, de erre én kicsit vissza akarok térni, kihangsúlyozni, hogy ez nekem nagyon-nagyon izgalmas volt, és olyasmi, amit szerintem mások is követtek. Tehát maga az, hogy egy snitteseket használ egy rendező, az nagyon gyakori, és nem feltétlenül mindig a Jancsótól veszik az ihletet, ezek a modern rendezők, de azt, ahogy Jancsó használja ebben a filmben az egy snittest, azt szerintem konkrétan más modern rendezők is alkalmazzák. Egyrészt arra gondolok, hogy van az a, mit állandóan csinál, hogy tényleg a szereplőket követi a kamera, vagy a kocsizással, vagy elfordul, és akkor mi is úgy gazdagodunk az információkkal, hogy maguk a szereplők, tehát például a legelején, amikor van ez a vihar jelenet, és az egyik fickó kint ragad, vagy nem tudom pontosan, mi történik, és be akar menni, ott az örök a kapun, és akkor nem nyitnak neki ajtót, akkor így zavarodottan visszalép párat, meg elhátrál az ajtótól, és akkor követi a kamera, és mire visszafordul, ki van nyitva egy ajtó, és mi is akkor szembesülünk ezzel, amikor ő, tehát így ez a hatalomnak ez a manipulatív ilyen kiszámíthatatlansága, ez bennünket is ugyanúgy a szék széléhez tapaszt, és a feszültséget bennünk is megteremti, ahogyan a szereplőkben is ezt az állandó bizonytalanságot megteremti. És fontosan ezt csinálja itt a Jancsó, hogy azzal, hogy így magukkal a hosszú esnétesekkel játszik, ami eleve egy feszültségteremtő eszköz, mert hogy ugye a vágás hiánya az egy ilyen rettentő izgalmasat teszi, hogy hova fog ez kifutni. Hát meg élővé teszi. Igen, igen. Tehát ugye igen. Jelen időssé teszi. Igen, igen, igen. Igazából. Másrészt meg azzal, hogy tényleg így az információkat is így adagolja nekünk a Jancsó, ezek szerintem baromira, ezért teszik thrilleresé ezt a filmet. És hát igen, de mondjuk a Jancsói hosszú snit, az egyébként az, amitől elájul a mindenki, a fél mexikói, hollywoodi vadak, ugye a QAnon meg a többiek is, az nem ez a hosszusnét, hanem az a hosszusnét, amiben úgy használja a teret a Jancsó, mint egy ilyen... Ahol már 360 fokban megy körbe a kamerája. Igen, ahol nagyon pontosan ki van számolva, hogy ameddig odaér a kamera másfél perc múlva, akkor ott azok a lányok éppen a pántlikájukban úgy fordulnak meg, majd utána meggyullad 40 gyertya, meg nem tudom. Hát van egy, már nem is tudom, hogy melyikben van, vagy a Magyar Rapszódiában, vagy az Allegro Barbaróban,
van egy olyan hosszú snit, ami igazából, és azért jutott ez eszembe, mert hogy ez teljesen más, mint ami a szegény legényekben van, vagy máshol, hogy itt tök másra használja magát a hosszú snit választását, hogy egy ilyen hosszú tornácos háznál vagyunk, és előttünk egy tó. És abban a tóban fűnenek katonák, meg nem tudom, hogy mindenféle dolgok történnek, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lassan elfordul a kamera, és a tornácról belátunk egy szobába, ami ilyen nagy régi bútorokkal van telepakolva, és nem is tudom, hogy mi történik abban. A kamera visszafordul, tehát még mindig ugyanabban a snitben vagyunk, kicsit elfordulunk a másik irányba, és akkor tempósan, de ez jó lassan visszamegyünk a szobára, és mire visszaérünk a szobába, ugyanabban a szobában, ahol előtte ilyen bútorok voltak, meg csillár volt, meg minden, teljes kopárság van, és egyetlen egy bútor sincsen, be van dobva oda legalább 500 gyertya, égnek a padlón a gyertyák, és középen áll egy nő. És ezt, tehát így belegondoltak, ezt ilyen 2,5 perc alatt kellett csinálni. Úgyhogy nyilván belül ez egy csendes jelenet, de közben meg ilyen iszonytató meló lehetett, amíg ezeket ugye a Jancsó gyertyának hívták régen, de igazából ez Kende gyertya, mert ugye a Kende találta ki azt a, már nem tudom, hogy mi volt a trükkje, pedig most a vetítés sorozatban többször is elmesélte, hogy valami olyan gyertyát, ami nagyon nehezen, mert valamivel átitatták, nagyon nehezen alszik el a lángja, és nagyon könnyen gyullad meg. Tehát valószínűleg úgy volt, hogy valamilyen sorokon, így nem tudom, valamilyen deszkák, hogy bedobták ezeket a gyertyákat, és akkor ilyen lángszóróval megnyújtották. Szerintem az ilyen külön nagyon érdekes filmek lehetnek, amik erről szólnak. Egyébként fönn egy YouTube-on, egy éppen most néhány hónapja a semmiből előkerült 40 perces, tök nyers, narráció nélküli verkfilm, a Szörnyek évada forgatásáról. Fogalmam sincs, hogy az kinek volt, meg hogyan. Ott több mint fél óráig azt lehet nézni, ahogy Jancsó Miklós filmet rendez. A Apaj pusztán, a Cserhalmi Györgyel, meg a többiekkel. Mindenkinek javaslom egyébként. Tényleg nagyon-nagyon érdekes. Szóval, hogy ezek legalább annyi, tehát szerintem a tar az tök máshogy áll valószínűleg ez az egész hosszú snithez hozzá, mint a Jancsó. A Jancsónál ez egy ilyen hadvezéri feladat volt. Vagy ott tényleg ezt mondják is, akik vele dolgoztak, hogy a Jancsónál mindig rettenetesen pontosnak kellett lenni, meg nagyon fölkészültnek kellett lenni, mert hogy ezeket, tehát nem tudom én, az Allegro Barbaróban, ami egy ilyen 78 perces film, azt hiszem, hogy talán 8 vágás van, vagy 9. És ezeket a jeleneteket, mivel nagy statisztériát mozgatott ezekben a filmjeinkben, nem lehetett fölvenni nagyon-nagyon sokszor. Igen. Szóval, hogy ő ezeket így szerintem így, de ezt én abszolút pozitívan értem, hogy ezek ilyen cirkuszi mutatványok. Igen, és egyébként ezért is érdekes, hogy nagyon érdekes, az esítneseknek a nézőre gyakorlatilag ilyen pszichológiai hatása, hogy egyrészt ugye említetted azt, hogy ettől élővé válik a jelenet, mert valós időben követjük, nem tudunk kiszabadulni belőle. Te mondtad azt, hogy ettől van egy ilyen thrillerszerű feszültséget okoz, hogy nem vagyunk ahhoz hozzászokva, hogy nincs vágás, és várjuk, hogy mikor jön a vágás, és mikor történik valami. Van ez a szubjektív része, hogy a rendező mit mutat meg, és mit nem mutat meg. Meg van ez a cirkuszi látványosság része, hogy így felhívja magára a figyelmet, hogy mi most egy filmet nézünk. Én most bravúrkodom. És hogy ki, akár ki is tud zökkenteni minket abból, hogy belejük magunkat a filmbe, mert azt hirtelen eszünkbe jut, hogy hú, ez az operatőr, ez vajon hogy csinálta? Itt valami történt, ez meg van rendezve. Tehát, hogy egy ilyen önreflexiós folyamatot is be tud indítani, pedig egyébként nagyon sokszor az esnites tényleg arra alkalmazzák, hogy itt most úgy vonódjunk be, hogy így lélegezni ne tudjunk. Igen. És ehhez azért nagyon tudni kell, hogy most épp melyik stratégiát alkalmazod, és hogyan alkalmazod egy-egy snittesnél, mert könnyű szerintem belecsúszni abba, hogy egy ilyen üres látványosság lesz belőle. Hát meg nem tudni, hogy ez tudatos volt-e a Jancsónál, de ugye a hosszú snitt az abban is segít, hogy az ő stilizáltságát, vagy a filmjének a stilizáltságát valóban mozi élményén varázsolja. Mert egyébként, hogyha ezek ilyen sűrűn vágott filmek lennének, akkor azt mondod, hogy jó, hát ezeket be lehetne küldeni a Nemzeti Színház
színházba és a színpadra, aha, aztán ott ellennének ezekbe a jelmezekbe, lehetne ott is négy dologat énekelni. Meg. Mert igazából, ha belegondoltok, a legtöbb Jancsó film, a Szegény legények is, meg, tehát az összes ilyen modernista, történelmi parabola, amit csinál, ezek így földrajzilag meglehetősen pici helyszínen játszódnak. Tehát, hogy alig van helyszínváltás. Igen. Általában ugyanazoknál a dombokon vagyunk, ugyanabban a házban megyünk be. Amitől ez nagyon látványos lesz, az az, hogy mivel tölti meg. És hogy berak még egy helikoptert is, meg megjelenik a Cseh Tamás, meg akármicsoda. Szóval, hogy valószínűleg amitől ez mozi lesz, és nem ilyen színház, meg filmesített színház, az pont ez a filmkészítői bravúr. Abszolút. Hogy az operatőrök is vakarták a fejüket, hogy akkor ezt, meg azt, meg amazt, hogy fogjuk majd megoldani. És a Kende mesélte egyébként, amikor eljött a Jancsó Szász sorozatra, hogy az, ami idegesítette igazából a Jancsóban nagyon sokszor, az volt egyben az, ami miatt ő nagyon szerette is őt, vagy ami miatt ők szerettek együtt dolgozni, egy ideig legalábbis mindenképp. Az a bizalom, ugyanis azt ma már kevesen tudják, hogy abban az időben, amikor ők, tehát egészen a 80-as évekig, úgynevezett kontrollmonitor nem létezett a forgatáson. Tehát a 35-ös technikának az a sajátossága, hogy a rendező teljesen rábízta a munkát, tehát ilyen feltétlen bizalomnak kellett lenni rendező és operatőr között, hogy ő majd azt fogja lefotografálni, amit ő látni szeretne. És hát ezek az emberek, ezek kénytelenek voltak olyan összefonódásban dolgozni, olyan feltétlen bizalommal dolgozni egymással, ami ma már elképzelhetetlen. Mert... Igen, mert hogy ott ugye együtt akkor derült ki, amikor előhívták a laborban a nyersanyagot, akkor látták, hogy milyen az, konkrétan a napi muster megtekintésekor azt mondta a Kende, hogy akkor látta a Jancsó, hogy mit csinált a Kende a forgatáson, és azt mondja, hogy pályája alatt talán 2-3-szor dicsérte meg, mert általában mindig elküldte a kurva anyjába az első muszternél, hogy ezt nem egészen így gondoltam, de közben meg persze tök jó volt, tehát megmaradtak ezek a dolgok, de így azt képzeljük ezeket a filmeket nézve ma, hogy hát a rendező úr pontosan tudta. Vaskézbe tartva minden. Egyszerűen az volt, hogy elmondta a Somlónak, a Szegény legény esetében, elmondta, hogy mit akar látni a film képen, és akkor nyilván belerendezte, meg megbeszélték, hogy mi fér bele a filmképbe, meg hogyan, de onnantól kezdve szabad repülésbe volt az operatőr. És hát ez ma már nincs, tehát hogy egy időben látod a kontroll monitoron a későbbi filmképet. Tehát ez szerintem azért egy fontos adalék. Abszolút. Ahhoz, egy egysnitteshez meg aztán pláne, ahol 11-2 percig kell hagynod, hogy tehát addig abszolút nem tudod leállítani a felvételt, hogy akkor most biztos jó helyen van-e a kamera, nem tudsz rászólni az operatőrre, nem lehet megállítani a dolgot. A 12 percen keresztül folyamatosan rá vagy bízva arra, hogy az operatőr jól csinálja a dolgát. És azért nincs végtelen számú tekercsed, igen. Mondjuk, jó, nyilván egyébként a Jancsónál úgy volt, hogy állítólag a Szerelmem Elektrában az elhíresült vörös helikoptert, azt állítólag akkor találtuk ki. Hogy akkor ő, pedig az Elektrával kapcsolatban egyébként mindenki a vörös helikoptert, a Törcsik Marek alakítása mellett a vörös helikoptert emlegeti, azt mondja a Kende, hogy ez nem volt benne a helikopter, ráadásul és egy-két telefonnal a Magyar Honvédségtől szereztek egy helikoptert, és hogy a Jancsó annyira megkapta azt, amit akart, hogy állítólag ez egy kék helikopter volt, mert mi lett volna piros egyébként, vagy zöld, vagy valami ilyen, és mi is gondolkodás nélkül átfestette a magyar néphadsereggel, úgy, hogy még aznapra meglegyen. És meglett aznapra. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért kapott volna 35-ös tekercset is, hogyha akar, de nyilvánvalóan azért ez rengeteg energiába került ezeket a leforgatni. Nyilván nem volt mindegy, hogy mennyi idő alatt csinálják meg. De ja. És erre a filmre 25 napjuk volt, és azért a statisztéria valószínűleg nem mindegyik szuperprofi színész, és hogy mindegyiket instruálni, hogy amikor így hömpölyögnek ott a sáncon belül az emberek, hogy az jól nézzen ki. Ez 25 nap alatt úgy, hogy ez az egyik első filmed,
És itt kezdesz el kísérletezni a hosszú snittekkel, hát le a kalapa, hogy ezt össze tudta hozni. Hát igen, meg épp a statisztákkal kapcsolatban szokott úgy egyébként eszembe jutni a 60-as évek magyar filmjei kapcsán, hogy akkor még lehetett olyan öreg embereket statisztának hívni, akikről simán elhitted, hogy az 1800-as években is itt éltek Magyarországon. Ma nem találod meg ezeket a pusztai széllel baráznált arcokat. Igen. Ma már nincsenek. Igazából szerintem ezek a nagy bajuszú, igazi parasztbácsinak tűnő parasztbácsik, vagy paraszt férfinak tűnő fiatalabb férfiak, ezek valahogy a 80-as évek közepén eltűntek, és egyszerűen nincs meg. Tehát, hogy nézed a szegény legényeket, és arra gondolsz, hogy ha ezt ma így szeretnék megcsinálni, hogy ennyire hiteles legyen a statisztéria, a legutolsó bajszos akárki, aki ott áll, hát én nem tudom, hogy hány hónapig kéne castingolni. Tehát ma már azért is szoktak egyébként kínosak lenni ezek a magyar történelmi filmek nagyon sokszor, mert a főszereplőre még figyelnek, arra a katonára még úgy nagyjából figyelnek, aki mellette áll, de már a hátsó sorban már látszik, hogy a buli negyedből szalajztották éppen, hogy érjen oda a forgatás, és főragasztottak neki valami bajszot. De itt nem, itt tényleg olyan... mindegyik statiszta úgy néz ki a szegény legényekben, hogy megérdemelne egy külön filmet. Igen. Sőt, inkább elhiszed nekik azt, hogy ők betyárk voltak, mint a Latinovicsnak az álszakállában. Tehát, hogyha valami zavaró ebben a filmben, akkor az a Latinovicsnak az álszakállában. Igen, de ott talán éppen a doppelgenger. Persze, amiatt működik, persze, de hogy működik ez a dolog. Meg mondom, szerintem ott direkt volt, hogy pont a Latinovicsra osztotta ezt, mert messze ő volt a legnagyobb név. Jól látható legyen, hogy az. De egyébként a Kozák Andrásnak is azért olyan arca van, hogy így kilóg ebből a közegből, plusz neki nem is ezek a széles ilyen parasztos nadrágok jutnak, ami tehát ezek a széles, ilyen nem trapéz, hanem annál is jóval szélesebb szárú nadrágok, hanem ilyen, amit a beat korszakban hordtak a fiatalok, olyan farmer. Igen, hát ha egy színész kell egyébként mondani a Jancsói életműből, vagy az aranykorszakából, aki egy az emblematikus Jancsó színész, akkor az a Kozák András. Az előző filmben is dolgozott vele, ugye? Igen, az Így jöttem, ő volt az egyik főszereplője. Nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem ő lehet a Madaras József mellett a másik olyan magyar színész, aki a legtöbb Jancsó filmben szerepelt. Mondjuk a Madaras is nagyon fontos szerepeket kapott ezekbe a filmekbe, de mondjuk talán az Égi bárány volt az, ahol nagyjából főszereplőnek nevezhető a Madaras, de az abszolút Jancsó arc az a Kozák. Egyértelműen. És egyébként épp a Bálint András volt most vendég a Fényes szelek kapcsán, és hogy arról beszélgettünk, hogy hát ő nagyon szívesen ment a Fényes szelekbe, de akkorra ő már megcsinálta a Szabóval az Álmodozások korát, meg az Apát, és ő annyira tapadt a Szabóhoz, hogy elképzelhető, hogy a Fényes szelek után csak azért hívta a Jancsó a 90-es években, talán a Kék Duna keringőbe hívta legközelebb, vagy valami tévéprodukcióba, mert hogy ő nagyon kötődött a Szabónak a filmjeihez. És hát bár nyilván a Jancsó olyan sok szereplőt mozgatott mindegyik filmjében, hogy azt nem csinálta soha, meg szerintem nem is. Szóval, hogy valószínűleg csak azért, mert egy másik ember filmjében lett valaki híres, hogy azért nem zárta ki, hogy dolgozzon vele, de nyilván neki is fontos volt az, hogyha ha nagyon hozzákötődik a színész. Igen. Ami még a színészekről jutott eszembe, aztán Fényes szelek, és abban ugye van például a Kovács Kati, és onnan jutott eszembe ez a nők jelenléte a Jancsó filmekben, hogy van egy ilyen urbánus legenda, ezt nem senki nem tudja, hogy ez igazából igaz-e, hogy állítólag a Mészáros Márta, aki akkor ugye a felesége volt a Jancsó Miklósnak a 60-as években, reklamált nála az Így jöttem, meg az Oldás és Kötés kapcsán, és hogy hangsúlytalanok a nőszereplőid, és hogy miért nincs erőteljesebb nőszereplő, és akkor mondta, jó, akkor következőben lesz, csak mesztelen lesz. És a szegény legényekben ugye mesztelen, hát ezt nem tudom, mert... Hát ezt a Jancsó is terjeszti, ezt a sztorit.
Tehát nem, azt, hogy most megtörtént, azt nem tudom biztosan, de ő is elmeséli ezt. Más azzal a kontextussal, hogy Mészáros Márta a korának egy ilyen nagy feministája is volt, aki kifejezetten úgy beszélt a Jancsóról, meg a rendező társairól, hogy ők a macsók, ők a férfi filmeket rendezik, és ezért kritizálta őket. Igen, egyébként pont Mészáros Mártának is pont Amerikában igen. Most van retrospektív. Igen, igen. Az első Kriterion, az első magyar film, amit a Kriterion kiad a Collectionben, az is Mészáros Márta film, azt hiszem. Azt hiszem, azt is meg fogjuk nézni a podcastban hamarosan. Ők egy nagyon érdekes páros igen. Lehettek egyébként. Igen. Igen. Szerintem, mert mondjuk én nem gondolnám, soha eszembe nem jutna egy Jancsó film kapcsán a hímsovinizmus. Nem. Hát macsó az más, azért vannak macsó rendezők, az nem biztos, hogy hímsovinizmus, de hogy vannak azért. Igen, de ő abszolút macsó, biztos, ja, hogy macsó, ja. Csak azt mondom, hogy a filmjeiben azért van több férfi főhős, mint női főhős, mert azok a történelmi helyzetek, amiket reflektál, vagy amiket felhasznál, azok így hitelesek. Mert ezek ilyen történetek voltak. Tehát nyilván a szerelmem Elektrában, ott lehetett a Törőcsik Mari az abszolút főszereplő, hiszen annak a tragédiának egy nő a főszereplője. De hogyha Elektra szerepét nézzük magában a történetben, ugyanolyan kiszolgáltatott, mint bármelyik, bármelyik másik történetben. Még a szereplőkről eszembe jutott egy gondolat, amikor beszéltünk a különböző arcokról. A Bújtornak a szerepe ebben a filmben, ő is már benne volt, azt hiszem az Oldás és Kötésben, vagy valamelyik előző Jancsó filmben. De ott is így kb. Egy ilyen név nélküli epizód szerepel lehet. Igen, itt azt hiszem szegény legényben meg se szólalt. Valószínűleg nem. Talán egyszer merém lett, hogy a hangját felismertem, de ma nem biztos már. Lényeg, hogy őt is azt hiszem összekeverik a Veszelkával egy ponton. Úgy emlékszem, volt egy ilyen pillanat, hogy ott, amikor mennek körbe, mindenki is fel van sorokoztatva, akkor egy pillanatra még őt is meggyanúsítják, hogy ő a Veszelka. És hogy nekem egészen eddig nem esett le, hogy ők mennyire hasonlítanak a Latinovicssal. Ja, hát igen, féltestvérek. Igen. Egyébként a Bújtor a későbbiekben viszonylag sok Jancsó filmben szerepelt. Na, ő például csomószor játszott negatív karaktert a Jancsó filmekben, és a Bújtort viszonylag ritkán alkalmazták ilyen szerepkörben, nem csak Bud Spencer magyar szinkronhang, vagy a szinkron munkái miatt, hanem mert alapvetően ő egy ilyen barátságos kisugárzású színész, vagy valamiért ezt látták meg benne a legtöbben, de aztán ez a későbbiekben változott, mert nem csak Jancsónál, hanem például a már emlegetett Talpok alatt fütyülő szélben is, ugye ő a bíró, a törvény bírája, aki, mivel az egy betyár film, ő a negatív karakter abban a filmben. De igen, hát ez nyilván egyébként nyomasztó is volt a Bújtornak, vagy erről is szokott azért szó esni, hogy a 60-as években milyen érzés lehetett úgy pályakezdő fiatal színésznek lenni, hogy féltesód a latinon. Hát igen. Az nem lehetett túl kellemes, de a Bújtor tehetsége azért utat tört, hogy a Simó Sándornak a Szemüvegesek című filmje volt neki az első ilyen nagy szerepe, és ott senki nem emlegette a Latinovicsot. Tehát ő azért elég hamar megtalálta a maga útját. És ez az egyik, igen, hogy nézegeted ezeket az arcokat, és most, hogy én több Jancsó filmet nézek, és ugye mindig az jut eszembe ezekről a filmekről elsősorban egyébként, hogyha túllendülünk azon, hogy miről szól, hogy milyen eszméletlen gyönyörűek voltak ezek a férfiak igen. És nők. Milyen gyönyörű volt a Bálint András, milyen gyönyörű volt a Bújtor, a Kozák András is nagyon elképesztően jó képű. A Kozák András, és mindegyik, tehát ma az olyan kivételes dicséret szokott lenni egy színész felé, hogy imádja a kamera. Igen. Találva. Tényleg minden negyedik, ötödik színészre tudunk ilyet mondani. Itt bármelyikre. Igen. Bármelyik. Madaras József is, megláttam a film elején, ugye gyakorlatilag egy jelenet az övé, vagy egy jelenet sor, amiben szerepel a filmbe, és végül azt éreztem, hogy ezt az embert így ma a Hollywood megzabálná, mint karakterszínész. Tehát, pontosan. Hogy az összes
nem tudom, Gotham Awards-ot, meg Sundance-ben, meg mindenhol őt így a vállukra emelni mindenki, hogy ő lenne a, nem tudom, a Richard Jenkins, vagy a nem tudom, most hirtelen milyen párhuzamot mondják, de hogy vannak ezek a nagyon karakteres arcú, tényleg gyönyörű férfi színészek, és hogy hát mindegy... egy szótlanul, vagy pár mondatos szereppel egy teljes karaktert itt fölépít a film elején. És mindegyik maga, az az érdekes a 60-as évek színész generációjában, hogy mindegyik magából indul ki. Tehát, hogy azt látod rajta, hogy mindegyik rettentően karakteres. Tehát azon túl, hogy nyilván a színész mesterséget is megtanulták, de hogy azt tényleg azt szerintem a bölcsek kövének tartják abban a szakmában a színészek között, amikor nem kell kínlódnod, tehát amikor minden Kozák Andrásos, minden Madaras Józsefes, minden Bújtor Istvános, minden egyes szó, amit kimondasz, minden Juhász Jácintos, tehát nem kell erre hajtani, hanem ez így ösztönösen előjön. Hogy ez miért veszed ki, vagy... Nagyon kevesen gyakorolják ezt a fajta ilyen erőkölés nélküli, vagy ilyen termény. Sokan egyébként azon a véleményen vannak, és érdekes, hogy ez az új SF-e is példálózik azzal, hogy az 50-es években ugye tehát ezek az emberek, akik az új SF-ét most csinálják, azt mondják, hogy szerintük például a Madaras József ma nem jutna el, nem jutott volna el a régi SF-ébe. Nem lehetett volna ott színész. Én szerintem ez hülyeség, de abban kétségtelenül van valami, hogy a második világháború utáni berendezkedésben ugye a paraszti lét, mint olyan, még hogy csak a zászlóra is tűzték ezt a dolgot, de hogy nem csak beszéltek erről, hanem tettek is azért, hogy valóban elmentek az eldugott falvakba tehetséges fiatalokat szerezni, hogy fölhozzák őket Budapestre, ugye Sós Imre a leghíresebb példa erre, aki aztán nem is tudott mit kezdeni. Azzal a hírnévvel, vagy azzal az élettel, ami ráomlott. Ugye nagyon fiatalan öngyilkos lett, de hogy ezeket az arcokat, ezeket szinte kivétel nélkül egyébként mind vidéken találták. Tehát, hogy mondjuk Bálint András nem, pont, de nagyon-nagyon a Juhász Jácint és a Madaras, ők minden. És ez nyilván azért van, mert hogy nagyobb volt a merítés, de én azt gondolom, hogy ha ma lennének Madaras Józsefek, meg Juhász Jácintók, azok azért így megtalálnák utat törnének a kamerát. Igen. Mikor így felismertem a filmben, mennyire hasonló a Bújtornak és a Latinomisnak is a szemgödre, nagyon hasonló igazából csomó vonásuk, akkor így rákerestem már a Ferenc Károlyra ismerőt, meg csak úgy ismerem, hogy kopaszodó csávó óriási napszemüvegben, meg kicsit így el is hízott a másik kettőhöz képest, és így szemüveg nélkül megnézve, neki is csak ugyanolyan szeme van, mint a másik kettőnek. Ez a három féltestvér, és akkor elgondolkodtam rajta, hogy tud egy családba három féltestvér közé ennyi generáció szorulni. Ennyi tehetség szorulni, egy generáción belül. Ennyi féle tehetség. Tehát ebben igen, az érdekes, hogy jó, természetesen eszembe nem jut, nem tudom én így minőségileg viszonyítani. Persze. A Latinovicsot, a Frenreist meg a Bújtort, de azért hogy mondjam, a Frenreist az nem ért el azért annyit a zenei pályán. Persze. Belül, mint persze. A Latinovics a színészen. Hát olyan senki, de hogy akkor is országos ismertségű név minden három. Hát és... persze, meg hát a Frenreist egyébként a hangosító cégével, meg a Magyarország egyik legelismertebb szakembere. Tehát ők hangosítják a fél népstadionos koncerteket, amivel már nagyon-nagyon régen, 20-30 éve. De igen, ez van is egyébként egy régi tévé műsor, talán a Haló fiúk, Haló lányoknak volt egy külön kiadása, ahol ők először szerepeltek együtt. Igen? egy tévéműsorban, és talán éppen a Vitrai kérdezgeti őket, és talán elő is adtak együtt valamit. Pontosan nem emlékszem, de hogy igen, ez egy nagyon érdekes család.
a Kalkin família a magyar megfelelője. Igen, ebben jobbak vagyunk szerintem. Kivétesen valamiben jobbak vagyunk, mint az amerikai. Még a Jancsónak az esnintesei a kacsóba, csak azt akartam mondani, még csak ezt elkalandoztunk, majd másfelé ment a beszélgetés, hogy mondtad a Cuarón-t, és szerintem ő tényleg effektíve ihletődik Jancsótól. A Róma, attól függetlenül is, hogy fekete-fehér film, ugyanaz akad a fajta egysíneseket csinálja, mint ebben a filmben a Jancsó, hogy ilyen 120-160 fokos fordulatokat tesz a kamera, és közben folyamatosan változik tehát zajlik a cselekmény is, és újra keretezi a képet, új szereplők jönnek be a képbe, mennek ki a képből, tehát így nagyon dinamikusak ezek a snittek, és ez nagyon-nagyon hasonlít ahhoz, amit itt ebben a filmben a Jancsó csinál. Igen, hát ő az ember gyermekével hát az a kapcsán említette meg először a Jancsót. Igen, ott konkrétan az volt, hogy egy interjúban, amikor az ember gyermeke vége felé van az a hosszú az autós snit, nem, amikor bemennek a házba. Már a háborús, Már a háborús rész. Igen. Az talán egy 8-9 perces jelenet, és amikor arról kérdezték, hogy teljesen magától, és talán először nem is egy magyar riporternek mondta ezt egyébként, hogy egyértelműen Jancsó Miklós a mestere ebben, és ez a mai napig ilyen tök váratlanul jönnek elő a referenciák. Igen. Tehát nem tudom én, a Jorgos Latimos ül egy Q&A-n, egy sajtórendezvényen, a legújabb filmjéről, és beszél, azt hiszem, hogy a kedvenc volt éppen, és akkor ilyen teljesen váratlanul mondja, hogy egyébként neki a kedvenc filmje a Csillagosok katonája. Hogy az a cinema, az a film, ami moziba kell. Igen, hogy az neki a cinema, és ebben szerintem az a katartikus, hogy persze, hogy csak megkérdezik, akkor utána néz egy adott helyzetben, és akkor persze tud jókat mondani egy rendezőről, de hogy senki nem kérdezte ezt tőlük, hanem magát tényleg az van, hogy nagyon szeretik ezeket a filmeket, és még mindig inspirálóak hat. Tehát ebben ez az igazán érdekes, hogy ilyen nagyon is modern és mai provokatív nyelvet beszélő filmesek is azt mondják a Csillagosok katonákra, hogy wow. Igen. Pedig hát igazából technikailag röhögve meg lehet azt már csinálni. Digitális kamerákkal pláne. Igen, digitális kamerákkal meg pláne, de valószínűleg azt érzi meg benne a görög kollega, meg a mexikói kollega, meg mindenki, azt érzi meg benne, hogy nem az, hogy ez a csávó találta föl a tüzet, hanem azt érzi meg benne, hogy nagyon speciálisan tudta meggyújtani. És ezt a meggyújtási technikát, ezt ő találta ki, és ezt persze ilyen formalista módon el lehet sajátítani, tehát le lehet másolni a Jancsós snitteket, mint ahogy az ember gyermekében ez meg is történik. Le lehet másolni, de az mindig a Jancsós snit marad. Yeah. És én azt gondolom egyébként, hogy ezért nem kell feltétlenül félni attól, hogy majd semmi lesz a Jancsó öröksége, mert lehet, hogy egy idő után már nem feltétlenül tudják majd ennyire konkrétan megemlíteni a Jancsó örökséget, de nem fog ez szerintem eltűnni. Azt mondjuk nem tudom, hogy majd mi lesz akkor, amikor az a generáció eltűnik. Mondjuk a Scorsese azért viszonylag hamar sajnos, de mondjuk az Aronofsky is már egy középkorú figura, ugye, tehát akit konkrétan tanított a Jancsó. Tehát nekik is nem tudom, még 20-30 évük van, hogyha szerencsénk van, meg szerencséjük van, és akkor hogy az utánuk jövő generáció, akik nem találkozhattak vele, vagy jelen idősen nem lehettek rájuk hatása, hogy ott ez mennyire lesz jelen, azt nem tudom. Én azt tudom, hogy egy csomó ember van, néző, aki utcáról bejött, nem tudom, megnézni a Szerelmem Elektrát, vagy az Allegro Barbarót, és aztán utána rám írt a Facebookon, hogy a filmszerész oldalra, hogy nagyon köszöni, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy mennyire nagy hatással volt rá az a fajta látványosság, amit ezek a Jancsó filmek nyújtanak, hogy eleve látványfilmnek titulálja a Jancsót, hogy ő nem is gondolta, hogy ugyanolyan érzéseket kelt benne, vagy ugyanazokat a igényeket elégíti ki valahol, mint egy Jurassic Park,
vagy egy, nem yeah. tudom, egy ilyen, konkrét látványfilm. Egy igen. konkrét látványfilm, csak tök más, yeah. De ugyanúgy a szemedet izélgeti, meg ugyanúgy káprázik tőle mindened, csak hát ez egy más típusú látványfilm készítés, de az biztos, hogy ő nem ilyen matatós filmeket készített, hanem nagyon is cinematikus filmben gondolkodott, és ez szerintem valószínűleg, ha így lesz, legyen így, akkor valószínűleg ezt teszi őt halhatatlanná, vagy a filmjeit is. Ja. Ez szerintem tökéletes zárszó az epizódhoz. Hát köszönöm. Mi köszönjük, hogy eljöttél az adásba, és nagyon köszönjük, hogy beszéltünk veled a Jancsó Miklósról, meg a szegény legényekről. Köszönöm szépen a meghívást. És persze mindenképpen ott leszünk a szegény legények vetítésén március 7-én a Kino moziban is, javasoljuk a hallgatóinak is, hogy szintén tegyenek így. Így van, ha minden igaz, akkor a Jancsó Nyika lesz akkor a vendég egyébként. Ó, szuper. És akkor jövő héten mi folytatjuk a magyar filmes évadunkkal, bár most hirtelen fogalmam sincs melyik filmmel. Meg kellett volna néznem mi. Te tudod? Nem. Akkor ezt majd vág ki. Simán egyébként, hogy már a Fényeszterek lesz a következő, de lehet, hogy valami még közbeékelődik. Gyanús, hogy még valami. De ezt mikor rakjátok ki egyébként? Az február eleje. Ja, de hogy már úgy rakjátok ki, hogy akkor már Csillagosok katonák már nem lesz aktuális. Nem, az már nem, akkor mondtam volna, de azt hiszem pont két nappal utána jön, igen. Gyorsan megnézem. Igen. Kicsit még mindig képlékeny az évadunk, mert még mindig van olyan vendég, aki már a soron következő adást vele vennénk föl, de még nem biztos, hogy azt a film arra a filmre el tud-e jönni, tehát hogy még így még pontosan nem tudjuk, hogy... Hogy biztos, hogy akkor jönnek ki, de elvileg már ezt február 9-re terveztük. Igen. Ha sikerül, ha esetleg úgy alakul, hogy egy filmet lemondunk, akkor lehet, hogy február 2, és akkor bemondhatjuk a Fényeszereket, bemondjuk, aztán legfeljebb kivágod? Valamint a Csillagosok katonákat? Vagy a... Nem. Bocs, igen, Csillagosok katonákat, jól mondtad, igen. Bemondhatjuk, és akkor legfeljebb kivágod. Mondjuk be, és akkor, hogyha úgy alakul, akkor... Jó. És akkor, ha még időben hallgatjátok ezt az adást, akkor lehet, hogy el tudtok jutni a Csillagosok katonákra is, ami meg ugye egy hónappal korábban, tehát február 7-én mindjárt látható igen, lesz. Igen, ott meg elvileg a Jancsó Dávid lesz a vendég. Hmm. Azért mondom, hogy elvileg, mert itt vannak, hát nem csak a Covid miatt egyébként, Dávid most valamilyen amerikai filmet vág. Igen, és akkor lehet, hogy majd a Nyikával cserélnek, de igazából itt mindegy, mert pont úgy találtam ki a két Jancsó fiút, hogy azért raktam őket a két nagy emblematikus Jancsó film elé, mert hogy engem nagyon érdekel az, hogy ők például mint filmesek, igen. az egyik operatőr, a másik vágó, hogy szóval, hogy ez nekik a Fater filmje-e, vagy a Szegény legények és a Csillagosok katonák. Yeah. Szerintem ez talán egy érdekes fókusz, aztán, hogy mennyire az majd ott kiderül. Igen, abszolút. Ez tényleg érdekes lesz. Úgyhogy minden hallgatónknak ajánljuk, hogy menjenek el ezekre a vetítésekre, meg aztán a későbbi Jancsó vetítésekre is. Igen. Mi pedig akkor jövő héten tovább jancsózunk. Igen, akkor marad a Fényes Szelek. És akkor a Fényes Szelekkel jövünk, igen, 1969-ből. Reméljük, hogy vendéget is sikerül ahhoz az adáshoz is hívnunk, majd meglátjuk, hogy sikerül leszervezni. De akkor jövő héten visszatérünk Jancsóval, és... Akkor búcsúzkodjunk el a hallgatóktól. Uh-huh. Gellért, téged hol lehet követni az interneten és egyéb helyeken? Az interneten, a Facebookon van egy Kovács Gellért filmszerész nevezető oldal, és akkor oda csatornázok be mindent igazából, amit csinálok. Hát ugye a Voxba írok, meg van egy rádió műsorom, ami egyébként ilyen podcast formájában is föl szokott kerülni. Az első leadásban az Érdefem nevezető csatornán megy, ez csütörtökönként van, ennek nagyon meglepő módon az a címe, hogy filmszerész. Ez egy ilyen heti mozi műsor, meg pár helyre még írogatok, de én egyébként a Budapest Filmnél dolgozom a marketing osztályon, tehát annál a cégnél, akik az artmozikat, a legtöbb artmozit üzemeltetik, és ezen belül meg egy Suli Mozi nevezetű programban beszélek diákoknak, Jancsóról is, meg mindenféle máson is. Szóval, hogy ahol hazakérdés, ahol lehet megtalálni, akkor igazából ennél sokkal egyszerűbb a válasz, mint ahogy ezt itt terjengősé tettem, akkor a Kovács Gellért filmszerész oldalon a Facebookon, TikTokon nem vagyok fenn, meg nagyon Instán sem vagyok aktív, de hogyha itt valaki írni, akkor arra úgy általában igyekszem válaszolni. Jó van. Szuper.
András, téged hol tudnak a hallgatóink követni? Engem a legkönnyebben a Twitteren, a Gains alsóvonás név alatt, illetve a Letterboxdon. Nem mindig szuperaktívan, de oda azért szoktam logolni a megnézett filmeket. Ja, egyre aktívabb a magyar közösség a Letterboxdon, úgyhogy érdemes regisztráltok, ha még nem tettétek volna. Én is fenn vagyok, Freevo néven 2L-vel. Twitteren is fenn vagyok, szintén Freevo néven 2L-vel. És a Vagfolt Podcastot is tudjátok követni a Facebookon, meg a Twitteren is, csak keresetek rá, hogy Vagfolt Podcast. És van egy Vagfolt Podcast társalgó nevű Facebook csoportunk is, ahova javasoljuk, hogy lépjetek be, mert a gyarapodó közösségünk egyre érdekesebb témákat dob be, és tök jó beszélgetések szoktak kialakulni a csoportban, meg a komment szekciókat érdemes nézegetni, mert kivételesen az interneten van olyan hely, hogy tényleg érdemes nézni a komment szekciókat, igen. És hamarosan közeleg egyébként a márciusi extravaganza, tavaly is jó sikerült a March Madness, úgyhogy kövessétek a Vagfolt Podcast társalgónak az eseményeit. Ezen kívül a podcastra, ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a kedvenc lejátszótokban, Apple-on, Google-on, Spotify-on, vagy egyéb appotokban, és a Patreonunkról se feledkezzünk meg, patreon.com/vagfoltpodcast, ahol hát most kb. Havi 3 alkalommal szoktunk jelentkezni extra bónusz kontenttel, beszélünk az Oscar szezonról, beszélünk új film megjelenésekről, a 2022-ben várható legjobb filmekről, úgyhogy patreon.com/vagfoltpodcast, hogyha csatlakozni kívántak a támogatói közösségünkhöz. Így van, és akkor még egyszer köszönjük Gellért, hogy eljöttél, várunk majd vissza későbbi évadokban is. Én meg még egyszer köszönöm szépen, hogy meghívtatok. És akkor jövő héten ismét Jancsó a fényes szelekkel, addig is sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!